Na, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, örülök, hogy ennyien megjelentünk itt a 13. hét végére. Nagyon örülünk, hogy a Gábor elfogadta felkérésünket, és ennyien megjelentetek, és szeretném felkérni, hogy kezdje el az előadását. Tényleg rövid volt, sziasztok, köszönöm. Tegye fel a kezét, aki nincs itt. Jó, akkor mehetünk tovább. Szóval köszönöm a meghívást. Most rájöttem, ez a harmadik, hogy itt vagyok, mert állítólag már voltam kétszer, én egyre emlékeztem. Lehet, hogy egybefolyt ez a kettő, 12-ben és 14-ben, és meglepő módon arról dinamikáról fogok beszélni, amit hogyha sokszor gyorsan kell kimondanom, akkor össze szokott akadni a nyelvem tévében is, de ezt aerónak szoktam így rövidíteni emiatt. És próbáltam olyan dolgokat összerakni, egy jó kis CFD képpel kezdek, ami ráadásul ilyen forma egy történeti áttekintés, mert ha megnézitek, a tetején ott van egy 1950-es világbajnoki alfa, és akkor szépen megyünk, jövünk lefelé az időbe. A mai kor már nincs rajta, mert ez egy kicsit korábbi CFD áramlestani képlet, de hogy összességében tök jól látszik rajta, hogy mennyire egyszerűbbek voltak régen az autók, meg mennyire nem arra készültek, mint amennyire most készülnek, vagy milyen alapvetéseket vettek figyelembe. Mondjuk ma egy Form 1-es autó, vagy egy normális formula autó, még akár egy GT autó, de még a túrautókat is azt mondom, most ma már egy túrautónál is az arra dinamikát nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor elkezdik megtervezni, és ez még TCR szinten is így van, sőt, még azt mondom, hogy komolyabb márkakupák szintjén is benne van, habár ott ugye, amikor egyforma autókkal mennek, ott nagy etfasz nincs benne, de mondjuk például a Forma 3-ba óriási pénzt elszórnak arra a csapatok, hogy arról szinten fejlesztenek. Tehát kapnak egy alapautót, vagy van egy alapszabályzat, van két vagy háromféle monokok, meg kétféle motorgyártó, és akkor azon belül az a csapat nyer, akinek jobb aeromérnökei vannak, nyilván a jobb pilóták mellett, aki jobban be tudja lőni az autóját, és jobban tud fejleszteni azokon a szabályrendszereken belül, és ugye a Forma 1 nyilván ilyen szempontból meg abszolút a kiélezett csúcsa ennek a történetnek. És zavar, ha itt állok, vagy mindenkinek oké, mert közben látni is szeretném, hogy mutogassak, itt van egy jó kis lézerpointerem, és akkor még néhány dolgot szeretnék mutogatni, és akkor nagyjából innen letolom. Ha nagyon elfogy a hangom, mert ha túldumálom magam, akkor majd inkább kérdezzetek, és akkor közben iszom két korty vizet. Szóval 1906 Ferenc, az első Grand Prix, és onnan lehet tudni, hogy ez már 3A volt a rajtszáma a Sisnek. És ugye ez volt az első, Sis nyerte, Renault nyerte, de itt még ha az autókra nézünk, akkor Aero-nak semmilyen szempontból nyoma sem volt. De volt, csak ők nem tudtak róla, hogy mi mit csinál, meg nem is foglalkoztak vele. Ez már egy sebességi rekorder autó, legalábbis arra hajtott. Itt már van egy ilyen stabilizátor szerepű, valamilyen szárnyelem, de hát ennek közel, ez inkább arról szólt, hogy amikor a rakéta meghajtás elindul hátra, akkor valahogy egyenesen tudjanak vele közlekedni. De mondjuk ez nem is zárt körpályán versenyzett, ez pusztán csak a sebességről szólt, hogy Opelnek egy rekord kísérleti autója. Aztán jöttek az autóuniónok, amikből aztán ugye az Audi lett. Itt ugye bezárták, vagy borították a kereket, meg az egész karosszériát. Mondjuk ez mai szemmel kitanul a aerodinamikát, vagy ki az, aki ilyen irányba szakosodik. Egyáltalán mi az arányt próbálom felmérni. Tehát ha ilyet rajzolnátok, akkor nagyjából tudnátok, hogy ez nagyon gyors nem lenne, viszont remekül emelgetné magát, és előbb-utóbb elszállna, mint annak idején 99-ben a Merciklőmanban, amikor háromszor szaltoztak hátra, és akkor szombaton, illetve vasárnap hajnalban ki is szálltak a futamból. Itt van még egy autóunióm, picit máshogy fették, aztán a 54-55, a V154-es Mercik. Ez ugyanaz az autó, és kétféle változata volt, mert a Mercedes rájött arra, hogy bizonyos pályákon, a nagyon gyors, hosszú egyenesekkel tűzdett pályákon a zárt kaszni erőnyösebb. Ez pont egy Reimsi rajt, és látszanak a Mercedesek, egész jó kitűnnek a mezőnyből a többiekhez képest. De hogyha visszalépek, akkor ez az autó a jobb oldali az ugyanaz. Tehát, hogy mert a Fangio utálta az zárt karosszériát, soha nem tudott vele jól menni, mert őt zavart, hogy nem látja a kerekeket. A Moss meg imádta ezt, azért ment Moss például nagyon jól Targa Florion, meg Millemillán, meg ilyen sportautóversenyeken, mert ő meg bírta a zárt kaszni dolgot, illetve az, hogy zárt kerekű az autó, ugye a karosszéria maga nem volt zárt. Sokkal áramvonalasabb volt, jobb volt a légellenállása, nehezebb volt, nyilván voltak hátulütői, de összességében ilyen típusú, olyan, mintha két más géposztály járna a rajtrácson, vicces, hogy ma ilyen formányos rajtrácsot látnánk, akkor mit szólnánk hozzá. De akkor ez megengedték a szabályok, aztán később persze ezt betiltották. Aztán itt már először, 70-es évek eleje, első szárnypróbálkozások, próbálgatások. 68 volt a... már kezdi a hangom, de jó. Szóval 68 volt az első szárny megjelenés a Forma 1-ben, akkor még nem ezek. Ez már így ránézésre azt mondom, hogy 69. És mondjuk, azt hiszem, és
Spanyolország, amit aztán utána Barcelona, aki járt Barcelona, vagy ismer a Montjuïc hegyet, azt tudja, hogy az ott van. Úgyhogy ott volt néhány Forma 1-es futam, 75-ig, amikor halálos baleset is volt, pont szánytörés miatt, és azóta nem volt. Pedig egy elég érdekes pálya, mentem benne szimulátoron. Ment rajta valaki szimulátoron rajtam kívül? Csak azért egy... Akkor valamiben egyedül vagyok. Szerintem én vagyok a legidősebb még ebben. Szóval itt még extrém dolgokat próbáltak. Itt még a szabályok nem tiltottak semmit. Oda rakták, ahol akarták, azt raktak, amit akartak. Látjátok, hogy hogy áll, meg mi merre áll. Szerintem itt szimmetriák sincsenek. Meg minél magasabbra, minél nagyobb legyen az erőkar. Ilyen filigrán kis, nem is tudom, mik tartották, ilyen kurkapálcikák tartották őket, és akkor néha ez lett a vége. Ez pont megint egy Montjuïcos baleset. Ez Johan Rintel még 69-ből, oké, 70-ben meghalt, de pont nem szárny probléma miatt Monzában, hanem pont azért, mert levetett a szárnyait, mert gyorsabban akart menni, és aztán annyira instabil lett az autó már akkor szárnyak nélkül, hogy aztán a parabolikában az életét vesztette egy nagy bukás következtében. Itt csak egyszerűen eleresztett a hátsó tartóelem, tehát a hátsó szárnyat tartó, az a másfél méteres partvisnyél az ott elfáradt. Úgyhogy voltak csúnya esések, aztán utána elkezdtek egy picit bekeményíteni, mert rájöttek, hogy ez nem játék, iszonyú gyorsak lettek az autók az akkori érához képest, és akkor elkezdtek a szabályokkal egyre jobban ebbe belenyúlni. Aztán a tervezők is rájöttek, hogy mit, hogy csináljanak. Itt van még egyszer annak a képnek egy másik verzió, ez egy ausztrál aeromérnök Chris Bevisnek a aeromunkája, amiből dolgoztam, benne van a könyvben is egyébként. És nekem tök jól mutatja, ő szeret végigmenni így a korszakokon és azokat hasonlítgatja. És azért is hoztam, mert úgy gondoltam, hogy majd ugyan bele fogok mindjárt csapni a modern korba, meg az elmúlt évekbe, főleg az elmúlt háromba. De hogy változik, annyit beszélünk turbulenciáról, meg turbulens légáramlásról, nézzétek meg a legfelsőt, az Alfa 158, azt hiszem, vagy 159. Gyakorlatilag így egyenesen megy róla a levegő hátrafele, valahogy történik valami. És akkor szép lassan elindulunk jönni, ez a szivarforma, aztán már jönnek a szárnyak, akkor ott már elkezd olyan csúnyább lenni. És igazából a 70-es évek, hoppá, nem mondom, mindjárt rájövök. És itt a 70-es évek, amikor elkezdődik már egy picit csúnyábban mozogni a levegő, vagy elkezd csúnyában mozogni a levegő hátrafelé, aztán meg egyre rondább, és akkor jönnek ezek a szép kis vortexek, meg minden egyéb turbulencia kerekekről is, meg minden irányban, meg minden egyes extra belemről, de ezekbe részletesen bele fogok menni. Kicsit hardcore lesz, remélem, hogy szeretitek annyira. Na mindegy, én itt csak felvételiztem, de arra emlékszem, nincs itt tanár, ugye? Egyszer felvételiztem, nem akartam közgázra járni, de ilyen szülői nyomásra, akkor is az autókkal akartam foglalkozni, mondjuk egyébként közgáz, mitől vesz, BMW-re járni. És akkor még más indítatásból, de eljöttem felvételizni, és reggel 6-kor mentem haza, és utána eljöttem 8-ra felvételizni. Elég okos voltam, tegyük hozzá. És persze, hogy marha jól sikerült, úgyhogy én nem koptattam ezeket a padokat, amiben ültök, viszont nagyon vicces, hogy én beszélek ma nektek erről. De egy csomó dolgot azért autodidakta módon megtanultam meg. Egyébként mindig érdekelt, inkább azt mondom, hogy még azt sem mondom, hogy későn érő voltam, inkább azt mondom, hogy túl nagy volt a szabadság, vágyam ahhoz, hogy olyan dolgokra kényszerítsem magam. De előbb csináltam más dolgokat, aztán kezdett benőni a fejem lányot, miközben egyébként mindig érdekelt. Úgyhogy aztán a magam kárán később megtanultam, meg nyilván autóversenyeztem is bő 10 évet magyar szinten, meg nemzetközi szinten is, és egy csomó mérnökkel találkoztam, egy csomó mérnökkel beszélgettem, meg autós újságírók már. 93-ban kezdtem autós újságírással foglalkozni. Mai fejjel kicsit vicces, hogy akkor mit tudtam az autózáson, meg ma mit tudok, és milyen különbség volt, amikor akkor azt hittem, hogy mennyi mindent tudok már, de ugyanezen szerintem ti is átmentek még, meg majd, meg még mit tudom én. De hogy aztán egy csomó dolgot azért magamra szedtem, meg egy csomó egyetemi tankönyvem megvan otthon, csak én nem itt ültem, hanem otthon. Akkor végig olvastam őket. Az a szerencsém, hogy a munkám miatt, meg amiatt, hogy versenyeztem, és egy csomó olyan helyre juthattam, ahol átlag emberként nem mehettem volna, egy csomó olyan mérnökkel találkoztam, beszélhettem, kérdezhettem meg őket, ami azért segített egy csomó dolgot megérteni, meg a fehér foltokat egy picit kiszínezni a saját térképemen. Úgyhogy azt mondom, hogy ma már van egy egész jó rálátásom erre, amit így versenyautó tervezésnek, építésnek hívunk. Nem csak arról szempontból, kicsit minden szempontból. Meg már mondjuk az, egyébként érdekes, mert azt gondolják, hogy az a típus vagyok, aki beül a versenyautóba, hogyha versenyez, aztán utána elmegy és ott hagyja a szerelőkre. Pedig napokon át fürdettem brigációba a saját versenymotoromat, amikor kellett, és amikor újat kellett építeni belőle. Úgyhogy szeretek koszos is lenni, de nyilván nem arra születtem, hogy térdig gázoljak a gépolajban, hanem inkább arra, hogy vezessem őket, meg beszéljek róluk. De minden szintjén szeretem őket. Na, most már ennyit elég magamról.
kicsit inkább vissza a tervezésre. Tehát hogy alapvetően az aerodinamikai tervezés határozza meg ma már a Forma 1-es autókat és általában a versenyautók tervezését, és hogy ennek igazából a menete, nem akarok ilyen kérdezfeleket játszani, mert nagyon lelassítom az egészet, ugye 5 lépcsője van ennek a dolognak. Az első, amikor megszületik a tervezőmérnökök agyában, látják az első évi szabálykönyvet, vagy a következő évi szabálykönyvet, amikor először előkerül végleges formában, mint mondjuk most a 21-es, ami még arrébb van, de hát most már azért mindenki elkezd arra koncentrálni komolyabban, mert ez nagy változás lesz, később erre is kitérek. És akkor először meg elméletben elkezd valami összeállni, hogy mit engednek a szabályok, mit szeretnénk megcsinálni az idei, meg a korábbi tapasztalatok alapján, milyen új ötleteink vannak, milyen olyan mérnökeink vannak, akinek vannak új ötletei máshonnan, és egyebek. És akkor ezek alapján elindul valami. Akkor utána fogja magát a vezető tervező, vagy azt mondom, hogy a tervezői csoport, mert ma már nagyon ritkán jellemző az, amit mondjuk Adrian Newey csinál. Egyébként Pierre Vacher vezeti a Red Bullnak a tervezői csoportját, tehát igazából Newey az így mindenek fölött áll, és picit mindenre ránéz, de hivatalosan nem ő a vezető tervező. De mégis a mai napig ott áll, és ha kell, akkor ott van a tervező asztal mellett, és kifejezetten szeret kézzel tervezni. Használ persze CFD-t, de az első alapötletek azok mind rajzolva születnek. És tehát az első ilyen ötletek, mindegy, hogy a tengerparton ül, vagy a karácsonyi falat, vagy egy kis füzetbe, vagy egy nagy papírra, de valahol mindenkinek a fejéből először papírra születnek, és először vannak skiccek. Ugye a következő layer az a CFD, ami a 90-es évek eleje, közepe óta kezdettek komolyabban bejönni a Forma 1-be. Megint csak egy Forma 1-es autó, nem is tudom melyik év ez. Szerintem ez mostani, ez hülye vagyok, 18-as autó. Rajta van a glória. Szóval alapvetően érdekes, mert egyébként játszottunk ilyent Monzában, idei monzai futamon a technikai szakíróknak csináltak egy versenyt, ahol én is bepofátlankodtam kommentátorként, és 20 képet mutattak, teljesen boldogva az idei aktuális autókról, de ilyen szintig, tehát olyan szintig el volt blőrözve minden, hogy nem látta semmit, csak sziluettet. És a 20 képet megmutatták 20 másodpercre, és sorrendben meg kellett mondani, hogy melyik autó, senkinek nem volt teli találata, de jobb átlagunk volt, mint a FIA technikai ellenőröknek, mert velük is végcsináltak. És nem volt senkinek telie, és 20-an voltunk, és 9. voltam egyébként, utána mérges voltam, mert jó, hogy technikai szakírók, de azért kommentátorként szakíróknak tartom magam, mint a kommentátorokat. Nyilván ott van, aki olyan végzettségű, mint ti, vagy akár már dolgozott csapatoknál, és csak nem jutott a Forma 1-ig, de annak örültem, hogy senki nem tudott telibe találni, de piszok módon megnehezítették a dolgot. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy ha ezek kellően lebutítjuk, akkor az látszik, hogy ez egy szabályrendszerre készül, és egy csomó dolog elkezd nagyon egyformának tűnni, tehát a színek, meg a szponzorfeliratok, meg a versenyző sisakja elég jól beazonosítja az autót, de amikor így pusztán lebutítunk mindent csak az alapokig, akkor elkezd nagyon egy irányba konvergálni az összes autó. Persze vannak jellegzetes részek, remélem, hogy 21-től ez egyébként inkább jellemző lesz, hogy kicsit másfajta autók készülnek. Nem lesznek teljesen mások persze, tehát nem lesz olyan, mint az 55-ös rajtrács, amit megmutattam, de hogy picit egyedibb autók szülessenek, vagy jellegzetesebbek, az talán benne van az új szabályrendszerben. És akkor visszatérve a CFD-re, tehát amikor a CFD megtervezik, akkor az összes olyan sok millió pontot összerakják, amit elképzelnek áramlástanilag, nyilván abból leredukálják a legjobb találatokra, vagy a legjobb adatokat adó megoldásokra, akkor mennek szélcsatornába, akkor már legyártatják, modellezik, modellezőkkel megcsináltatják, 60%-os szélcsatorna modell, ugye ezt engedik a szabályok, annál nagyobb nem lehet, és akkor a 60%-os modellekkel még játszanak, és amikor az megvan, akkor jut a pályára. Tehát gyakorlatilag 5 lépcső van az első gondolattal kezdve, amikor pályára megy, és akkor utána az nem jelenti azt, hogy ez jó. Az azt jelenti, hogy az volt a legjobb verzió, aztán ha nem működik, akkor megy vissza, és akkor a harmadik sorból kezdődik, vagy a másodikból, vagy a skicnél, vagy a CFD-nél. És egy csomó, minél nagyobb csapatról beszélünk, annál több fölösleges tervet csinál, mert hogy nyilván azokból tudják a legjobban kimunkálni a legjobbakat, vagy a lehető legjobban működőket. A kisebbeknek meg a próbaszerencse arapon megy, látnak valamit, aztán vagy betalálnak, vagy nem találnak nagyon be. Általában nem találnak be, főleg ebben a korszakban, mert hogy már annyira sok mérnök van, tehát amíg 140, 150, 200 mérnök dolgozott a nagy csapatoknál, addig egy 40, 50, 60 fős kisebb csapat azért tudott valamit alkotni. Ma már, amikor 800, 900 ezer fő dolgozik a nagyoknál, és 400, 500, 600 a közepeseknél, meg 250 a háznál, aki sok mindent máshonnan vesz, ezért vannak kevesebben, ott nagyon nehéz. Tehát ott 1000 ember ellen nem lehet odállni 400 emberre. Egyszerűen nincs annyi idő, nincs annyi gép, egyébként gép sincs annyi, tehát kevesebb ember, kevesebb számítógép. Ezek ráadásul össze is vannak kötve, egy csomó számítást észak úgy végeznek, hogy akkor együtt szépen
fürdbe összekötve, és akkor napközben meg csinálnak mást, éjszaka megint számol, és akkor ezt játsszák folyamatosan. És nyilván ebből a Red Bullnál, a Mercedesnél, meg a Ferrarinál sokkal több van, mint a többieknél. De alapvetően aero szempontból, ha valaki Forma 1-be akar jutni, három nagy csoportja van. Ugye eleve az aerodinamikai részleg a legnagyobb, minden egy Forma 1-es csapatnál olyan 150-250 fő csapattal válogatja, hogy hol mennyi. Három részleg van az aero részlegeken belül, vagy három nagy csoport. Ugye vannak az aerodinamikai mérnökök, az áramlási specialisták, akik alapvetően megtervezik, vizuálisan elképzelik, és papírra vetik, meg CFD-re vetik, megcsinálják az alapterveket. Vannak a CFD mérnökök, akik az összes CFD számítást, az összes olyan matematikai modellt megalkotják, az összes olyan szoftvert folyamatosan frissítik és írják, ami szükséges ahhoz, hogy ezek működjenek és naprakészek legyenek. És aztán vannak az aero teljesítménymérnökök, akik meg a pályán dolgoznak, a tesztnapokon, meg a versenyhétvégéken, és hasonlítják folyamatosan az adatokat, pakolgatják fel azokat a baszom nagy pitórácsokat, amiket láttok, ilyen aero rékek, van rajta 200-300 pitóvégződés, mindenhova pakolják, autó mögé, elé, kerekek mögé, leginkább az első kerekek mögé szeretik rakni, mert az a rész érdekli őket a leginkább, de azért az a rész érdekli őket a leginkább, amiért CFD-ben még nem terveztek soha autót kizárólag. Tehát ugye ezt már megpróbálta a Virgin annak idején 2010-es évek legelején, Nick Wirtel, aki már 20 évvel ezelőtt megpróbálta fejben, tehát én már olvastam 90-es években olyan könyvet, amikor a Wirt még a Brabham-ben dolgozott, és akkor azt mondta, hogy sőt, a fenét 94-ben volt, hogy ő lesz az első, aki CFD-n pusztán, tisztán CFD megtervez egy autót, C-csatornába sem megy, mert ezt 2010-ben vagy 2011-ben megpróbálták a Virginnel, és az lett a vége, hogy 15 liter alul kalkulálták az üzemanyagtag méretét, tehát nem tudtak végigmenni az első négy futamon, mert nem volt elég üzemanyag, nem tudták, hiába rakták tele, mindig elfogyott, úgyhogy szépen át kell tervezni, de még egy ilyen gékszer is belecsúszott, de nem működött, tehát C-csatorna nélkül nem lehet, még ma sem lehet validálni az adatokat, és ennek az az elsődleges oka, hogy bármennyit is fejlődnek a CFD programok, és bármennyire is szuperkomputerekkel dolgozunk már mondjuk még 10 évvel ezelőtthöz is, és egyébként meg majd 30-ban, hogy rögünk, hogy milyen hülye számítógépeken dolgoztunk 19-20-ban. Az első kerék mögötti és a hátsó kerék mögötti áramlást iszonyú nehéz CFD-n szimulálni. Tehát egész jól lehet már vortexeket, a szárnyakról leváró légáramot, sok minden, de a kerekek mozgását, a gumi deformációt és azt a piszkos levegőt, azt a turbulens áramlást, ami leválik a kerekekről, ezt nincs CFD programmal a világon. Aki ezt először megírja, a köztetek meg milliárdos lesz tuti. Mindegyik Forma 1-es csapat először kopogtat majd az ajtaján. És éppen ezért nem lehet CFD-be kizárólag autót tervezni, ezt még szélcsatornában is nagyon nehéz összerakni, vagy nagyon nehéz jól összerakni, de nyilván egy csomó minden mással dolgoznak, szélcsatorna, nem megyek bele most szélcsatorna dolgokba, azt ki is hagytam az előadásban, az még egy fél óra lett volna, és András megöl, de hogy meg van is lent szélcsatorna. De alapvetően szélcsatorna technológia brutális a Forma 1-ben. Tehát olyan 20 millió dollár alatt nincs szélcsatorna, 5 évente elévül, újra újat építenek, 60%-os ugye a szabály, amit enged, arra 60%-osra makateznek föl mindent, és nyilván külön szélcsatorna brigád van, tehát egy külön mérnöki stáb van aero mérnökök közül, aki csak a szélcsatornán dolgozik, a tervezésen, a működtetésen, az adatok kinyerésén, az összehasonlításán a CFD-vel, az összehasonlításán a pályadatokkal, és ez megy nap, mint nap, ugye? Ez egy ilyen szent háromság egyébként is minden egyes tervezőmérnöknek, az aero mérnököknek különösen, ez az alkotás, ellenőrzés, módosítás. Mondjuk a hidat terveztek, vagy házat, ez nem olyan jó, de mondjuk versenyautónál még beválik, vagy általában ez a menet, mert olyan, nincs olyan versenyautó manapság különösen, amit kitolnak márciusban, aztán nem kell hozzányúlni decemberig, meg most már december 1-én van még a szezonnak. De eleve úgy is tervezik őket. Tehát ma már nem az van, hogy fogunk egy autót, letesszük Melbourne-be, és akkor majd egyszer talán hozzányúlunk Barcelonába, aztán, hogyha nagyon kell, még hozzányúlunk szeptemberben, hanem már az van, hogy csinálunk egy alapot, és ezt úgy csináljuk meg, hogy nem is ékszerezzük fel mindennel, hanem kicsit olyan, mintha egy olyan karácsonyi menüt szeretnétek összeállítani, hogy mit vegyünk, mi az, amit megvehetünk hozzá, amiből a lehető legtöbbfélét tudjuk csinálni, úgy, hogy még szilveszterre is abból tudjunk főzni. Na, valahogy így gondolkoznak most a Forma 1-es csapatok meg a tervezők. Tehát csináljunk egy iszonyatosan jó alapot, a lehető legszélesebb spektrummal, a legnagyobb mozgástérrel, hasmagasságváltozásban, nyomásközéppontváltozásban, minden más szempontjából, tömegközéppont szempontjából, és akkor azt majd megpróbáljuk megtölteni a pályák igényeihez képest a megfelelő módosításokkal, mert hogy nem mindegy, hogy Spába, Monzába megyünk, vagy Monakóba megyünk, vagy mit tudom én, Montrealba vagyunk, vagy bárhol vagyunk. Tehát, hogy be van tervezve előre az, hogy mikor, hogy nyúlnak hozzá, és be van tervezve mind a 21 futam
Rajsminde 21 verseny hétvégére az a változtatás, amit szeretnének, az meg van tervezve. Szerintem még nem volt élő ember és működő csapat, akinek ne jött volna közben valami, tehát még nem, szerintem még senki nem csatolt, hogy minden akkor jött rá, amikor tervezték, de valahogy meg kell tervezni, tehát márciusban van egy tervük, hogy mi lesz, aztán majd valahogy majd lesz. Mondjuk a Williams-el idén látszott, hogy milyen, amikor egyik sem működik a 21-ből, de a Mercinél meg mondjuk nagyjából majdnem minden működött. A Ferrari meg egyszer nagyon betalált, de addig meg azt se tudták, mit csinálnak. Tehát ez is nagyon jellemző, a Red Bull meg mindig gyengén kezd az utóbbi időszakban, aztán iszonyatosan gyorsan utolérik magukat, de fél évet elszórakoznak. És ettől igazán nehéz, hogy állandóan újra kell ellenőrizni, megint megnézzük, és erre megy rengeteg pénz, meg rengeteg humán erőforrás, rengeteg munkaóra és minden egyéb, és ezért nem lehet a nagy csapatokat manapság még kevésbé megverni, mint korábban. Azt mondja, hogy no, első oldalnak vége. Aztán három olyan fő szempont van, csak nem akarok még, igen, ezt nem akarom még megmutatni. Ez egyetlen táblázat, sok adat meg szám van benne, de nem akartam kihagyni, mert azt gondolom, hogy enélkül azért ez még se jön meg. 77 kép lesz, úgyhogy már 70, mennyi túl vagyunk? Megább 6-on. De valami gyorsabban léptetek. Na, szóval a három fő szempontja van az aerodinamikai tervezési folyamatnak, amit figyelembe vesznek, amikor egy autót megterveznek. Az egyik az a leszorító erő, a lehető legnagyobb, vagy a nyers leszorító erő. Most ne beszéljünk arról, hogy ez hogy változik, hogy nem, hasmagasság szempontjából, meg minden egyéb szempontjából. Az, hogy mi a szám a végén, ennyi. Légellenállás, illetve a nyomás középpont. Ez a három, ezt a hármat kell egybe gyúrni, ebből kell egy olyan kompromisszumot kihozni, ami a legjobb. Idén ezt a Merci csináltam meg a legjobban, meg az elmúlt időszakban a hibrid érában hozzáteszem, hogy sajnos, nem vagyok se ellen, sem mellett a Mercedesnek, csak unalmassá teszik az egészet, mint ahogy azzá tette korábban a Red Bull, a Ferrari sorolhatnám. Ez egy ilyen éra, de ez azért van, mert csapatszinten sajnos nagyon jól működnek, illetve az ő szempontjukból szerencsére nagyon jól működnek. A többiek meg valahol mindig egy-két bakit elkövetnek, vagy kisebbeket, vagy nagyobbakat, és alapvetően ezt a három dolgot kell úgy összehangolni, hogy a lehető legjobb autót csináld meg. És ezt nyilván úgy lehet, hogyha megvizsgálják azt, hogy milyen pályák vannak a naptárban, ezek a pályák milyen jellegűek, milyen karakterisztikát kíván autóépítésileg. Nyilván nem lehet egy autót minden pályára optimálisan beállítani, mint ahogy régen építettek Monakóra egyébként külön autót, nem tudom, ki látott már a monakói futamot, vagy kinek van meg az a fejében, hogy annó divat volt Monakóra rövidebb tengelytáv autót csinálni. Tehát csináltak egy futamét, egy versenyre konkrétan csináltak egy rövidebb autót, mert az ott jobb volt. Tehát ma már nyilván ezt a szabályok sem engedik, meg ma aztán iszonyú drága lenne még egy külön autót gyártani egy futamra, vagy mondjuk még ezt be lehetne vetni mondjuk Szingapurban, meg mondjuk talán a Hungaroringen, de már ott sem biztos. Szóval alapvetően egy autó van, amit megpróbálnak egy olyan optimumra belőni, ami az összes pálya átlagát a legjobban adja. Most ezért volt idén az, hogy a Mercedes a gyors pályákon nem volt a legjobb, de azért az összes többi, vagy azt mondom, hogy mindig a szezon 80%-ában a Mercinek jó autója volt. A Ferrarinak pont 20-80-ban működött, tehát 20-ban jól, a 80-ban nem működött jól az autója, a Red Bull valahol a kettő közt volt. Tehát igazából ezt is el kell végezni ilyenkor egy ilyen kockázatelemzést, hogy mire lövünk, és mi adja a legnagyobb megtérülést, és hol engedjük el, mert abban úgy se lehet teljesen kimaxolni az egészet. És igazából ezen megy a játék, de nyilván aki jó autót csinál, azért egy jó autó mindenhol jó autó, csak itt vannak eltérések olyan szempontból, hogy hol van igazán elemében, hol működik meg csak átlagosan jól. Na és akkor menjünk egy olyan műfajra, amit én egyébként szeretek, csak nem maradt le semmi, jól látom? Igen. Szóval ezt ismeri valaki? Vagy látta? Vagy ezt a konkrétat, amit most hoztam, ezt látta már valaki? Aerósok közül főleg. Itt olyan alapvető mérőszámok vannak, amikkel dolgoznak az aeró mérnökök. Az egyik a leszorító erő koeficiens, ami nagyon fontos, a másik pedig ugye a leszorító erő per légellenállás mutató. Ez a két legfontosabb mutató, amivel dolgoznak. Persze itt nem csak ezt látjátok, de azért, hogy segítsek, felső sor, ez lenne a leszorító erő per légellenállás. Érted? Nem, konkrétan ez csak maga a légellenállás, tehát ez a CX, hogy mondjuk magyarul, segítsetek. CX, CV érték, igen, magyarul, jó, visszajutottam 30 évet fejbe. Szóval ez a CV érték lenne, ez lenne a leszorító erő koeficiens, és ez pedig a leszorító erő per légellenállás mutató. Ez a kettő legfontosabb. Ugye a légellenállás az változik, attól függ, hogy milyen. Ez a full pack, tehát ez a monakói gúnya, amikor minden fönn van, elég rossz a légellenállás, mondhatni rosszabb, mint egy kockának.
Ez főleg a négy szabadon álló kerék miatt van így, meg a hátsó szár miatt, de az képest, hogy még 0-26 volt annak idején az Opel Calibra, ami az én fiatalkorom volt, meg mondjuk ma ilyen 0-22-23-akat tudnak a jobbak, hát ez, azért ez brutális, hogy 1-10-1-20 körül vagyunk, és még Monza Spa Montreal is ilyen 0-9-0-95 körül van légellenállásban. A leszorítő koefficiens az érdekes, mert az ilyen 3,5-3,7 közt van, 3,50-3,70. Azért mondom így ki százados szempontból, mert ha hallottatok már ilyet, hogy egy pont leszorítőről beszélnek mérnökök, néha előjön interjúkban, vagy egy ilyen technikai jellegű cikkekben, hogy 5 ponttal javítottuk most az autót egyik hétről a másikra. A pont az erre utal, az ennek egy százada. Tehát egy pont, az 3,59-3,60-ra fölmegy a leszorítőről koefficiens. Azért dolgoznak ezzel, mert ez egy non-dimenzionális, milyen szavakat találok ki magamnak, csak egyszerűbb. Szóval ez egy olyan dolog, ami nem függ sem sebességtől, sem semmi másra, egy olyan érték, ami minden sebességtartomány, vagy bármilyen körülmények között meg fogja adni, hogy az autónak milyen a hatékonysága, vagy milyen leszorító erőt képez. És ebben azt is tudják, hogy mondjuk adott esetben, hogyha képez mondjuk 240-nél 10 kiló leszorító erőt valami, akkor azt is tudják, hogy az 300-nál már 17,5 kiló lesz. Tehát, hogy tudnak viszonyítani, és ilyen szempontból nyilván nem azt mondják, hogy nyertünk 20 newton leszorító erőt, mert azt mennyinél meg hogy, meg milyen szárnyálás mellett, meg melyik szárny profillal, egyebekkel, meg ilyenekkel dolgoznak, és akkor van ez meg az arról hatékonyságot mutatja meg, erről sokat szoktam beszélni egyébként adásban. Ez meg azt mutatja, hogy ez ilyen 3 körül van, 3 alatt van a 17-es szabályok óta, amióta ugye szélesebbek az autók, nagyobbak a kerekek. Korábban fölötte volt, akkor azért hatékonyabb volt, akkor ilyen 0,8-0,9 volt egyébként a CV, azóta picit így 3 alá mászott, vagy csak alulról nyalja a 3-at. Hogy ez nem annyira hatékony, tehát mondjuk például ez az L per D, tehát a lift per drag, ez a leszorítő per légellenállás mutató, ez egyébként mondjuk egy sportautón az zárt karosszélen ilyen 6-7 között van, tehát a duplája ennek. Egy repülőgép, ahol nem liftről beszélünk, ott liftről beszélünk, tehát ugye nem negatív liftről, hanem felhajtó erőről, ott ilyen 15-20 körül van, de sikló repülők azok ilyen 60-70 körül tudnak. Úgyhogy azért ez ilyen szempontból marhára nem hatékony, de nem is a hatékonyság a lényeg, illetve nem az aero hatékonyság az elsődleges lényeg, de mondjuk az idén a Ferrari teljesítményen látszott, hogy milyen az, amikor az ember csinálja olyan autót, ami egy picit jobban siklik a levegőben, csak egyébként meg nem generál elég leszorító erőt, de amikor egyenesen kell menni, ott azért még hasonló motor teljesítmény mellett is gyorsabban megy vele az autó, ha meg még van hozzá plusz motor teljesítmény, akkor van ez a nagy különbség. Ezen sok vita volt idén, és mindenki mást állított, de én azt mondom, hogy az igazság valahol a két félúton van inkább. Tehát, hogy részben a Ferrari-nek nyilván a teljesítmény előnye volt, és még a mai napig van, ha már nem olyan sok, a technikai direktívák óta, az elmúlt 3-4 futam óta, de nyilván jobb. Tehát, hogyha ugyanaz a motor, ha Merci motorja lett volna a Ferrari-ban, akkor is gyorsabbak lettek volna az egyenesben, cserében nem voltak gyorsabb kanyarban. Ami még látszik ezekből, ami érdekes, hogy mihogy generál leszorítőröt, melyik elem itt van végigszedve, melyik mivel járul hozzá a leszorító erőhöz, és ugye a mínusz értékek azok a leszorító erőt generáló értékek, és a pluszos értékek meg, hát azok meg felhajtó erőt generálnak, ami nem annyira jó. Itt látszik részletekre bontva, hogy fogok róla részletesebben beszélni, és hogy százalékosan az milyen hozzájárulás a teljes leszorító erőhöz. Itt pedig a légellenállása látszik az egyes elemeknek, és az is nagyon jól látszik, hogy a hátsó szárnyi a legnagyobb önmagában, az autó légellenállásának a 20%-a a hátsó szárnyi, de másik 20%-a a hátsó keréktől jön. És amikor az első kerék 10%-át hozzárakjuk, akkor csak a kerekek az autó légellenállásának 30%-át emésztik föl. Egyébként ez is egy CFD adatsor, 2017-es autónak a CFD adatsora, de elég konkrét adatokkal, és azok az adatok jöttek ki. Én 350-370 közé ismerem a leszorító erőkoefficienst, ez elég szépen kijött a pont telibe. Még van itt egy másik mérés, az csak 335, de nagyságrendileg jó irányba volt ez a mérés, ez egy elég jó kis CFD összehasonlítás volt. Egy csomó olyan érdekes dolog látszik belőle, hogy nem minden elem termel leszorító erőt, vannak elemek, főleg a karosszéria középső részen, amik bizony felhajtó erőt generálnak. Ennek az okát is mindjárt megmondom, hogy miért van így. Na és akkor ez az ugorjunk verzió, most akkor jön a lényeg. Így megpróbálom, András kérte, hogy beszéljek aerodinamikáról, meg kicsit majd a 21-es szabályokról is, vagy mossam össze, meg azt gondoltam, hogy,
hogy valami olyat próbálok megmutatni, hogy végigjárom veletek az autót, hogy mi, hogy képez leszorító erőt, és ott mit csinálnak, vagy mivel mit csinálnak az autón, hogyha már így elemekre akarjuk bontani, és hogy annak körülbelül milyen jelentősége van, azért is raktam be ezt az adatsort az előbb. Ez nekem egy tök fontos dolog, amit elég sokáig nem ismertem, nem tudom, hogy ki van ezzel tisztában formaautó áramlástan szempontjából, hogy a levegő milyen utat jár be egy formaautón, ez konkrétan egy Forma 1-es autón. A lényeg az, hogy az első szakasz, ami nagyjából a versenyző lábáig, vagy az első tengelyvonal mögöttig tart, az leszorító erőt generál. Nyilván a szárny az ground effectbe, tehát talajkölcsönhatásban dolgozik, és mindent feláramlást kell. Tehát leszorító erőt generál, és felfelé áramlást keltünk. Onnantól kezdve viszont a karosszéria középső szakaszán, egész addig, ahol a versenyző ül, egy picit még a feje mögötti részig is, de itt azért nincsenek ilyen teljesen éles határok, gyakorlatilag az elemek nagy része, az mind felhajtó erőt generál, és leáramlást képez. És ez furcsa, mert azt gondolnánk, én is sokáig azt gondoltam, hogy minden, amit egy autóra raknak, az azért van, hogy leszorítsa azt az autót, amennyit csak lehet, a legkisebb szárnya nem is. De ez nem így van, és majd mutatok rá egy csomó példát. Ez azért van így, mert attól, hogy itt leáramlást képeznek, és némi felhajtó erőt generálnak, az autó fenék része, a padlólemez, a diffúzor, a hátsó szárny és az összes elem, ami ide van ebbe a légáramra helyezve, sokkal hatékonyabban működik. Tehát ha itt is megpróbálnának leszorító erőt generálni, akkor itt nem lenne egy olyan típusú leáramlás, nem lenne egy olyan folyamatos ilyen S-alakú kanyargás a levegőnek függőleges irányba, ami utána innen a leáramlás miatt brutális hatékonyság növekedést okoz, és az autó összleszorító erejét megnöveli. Tehát a számok így jobbak, mint hogyha tisztán mindenhol leszorító erőt akarnánk generálni. Első szárny. Erről, aki már volt valaki az előző előadásokon? Tényleg ez eszembe jutott. András, ne tedd fel a kezed. Jó. Akkor szóljatok, hogy nagyon egyformákat mondok. Eddig nem volt hasonlóság. Nem loptam magamtól sokat. Első szárny. A legfontosabb elem az egész autó. Minden forma autó szempontjából a legfontosabb elem. Pedig önmagában csak a leszorító erő 15-20, maximum 25%-át generálja, attól függ, hogy milyen hány szárnyelemből állunk, és hol vagyunk, milyen típusú pályán. De az egyetlen elem az autón, ami tiszta légáramban dolgozik. Minden más, az már valahonnan érkező levegővel találkozik. És mint a tiszta légáramban dolgozik, ráadásul ground effectben dolgozik, tehát talajkölcsönhatásban, erről majd később beszélek, csak most így menet, vagy a saját rendszerésem szerint ezt a végére hagytam. De tehát minden szempontból a leghatékonyabb eleme az autónak, gyakorlatilag kiemelve minden piszkos turbulenciából a kerekek előtt, gyakorlatilag ez a quarterback, aki szereti az amerikai focit, én szeretem, kicsit olyan, mint az első szárny irányítana mindent az autó mögött, és ez így is van egyébként, mert nagyon kevés olyan elem van, ami ne találkozna valamilyen olyan formában az első szárny által keltett turbulenciákkal, vagy irányított levegő oszlopokkal, ami teljesen érintetlen marad attól, hogy mit csinál az első szárny. Ezért dolgoznak rajta annyit, a legtöbbet az első szárnyon dolgoznak, a legtöbb verziót az első szárnyból csinálják, a legtöbbet első szárnyból kukáznak, mindenki azon dolgozik. Tehát, hogyha ha elemekre le lehet bontani, akkor szerintem az összes elemre fordított idő 30-40% az első szárnyra megy el. Lehet, hogy Forma 1-es mérnök megcáfolna, de nagyon-nagyon nagyot nem tévedtem. Tehát iszonyú sok első szárny verzió készül egy évben, és annak csak egy kis része kerül pályán kipróbálásra, és aztán utána még annak még kisebb része kerül egyébként bevetésre élesben. Nagyjából elmondtam mindent. Ami fontos első szárnyal kapcsolatban még, azt gyorsan akarok keresni egy olyan képet. Ami ideje, akkor most csak így végigmegyek rajta, aztán majd mondom, amit akarok, szárnyvéglapokról akartam beszélni, de akkor mutatok, hogy ez egy szárnyvéglap belső, illetve egy szárnybetét belső, ugye öt eleme lehet már csak idén. Ezek a ilyen rákfarok, rákollószerű nyílások pár éve jöttek divatban, McLaren találta ki. Azért csinálják őket, hogy minél több vortexet generáljanak ezekről a csúcsokról, az összes belső érről, de nem akarok témában ennyit ugrani, vagy mindjárt vortexekről is beszélek. Itt látszik ez a Mercedes megoldás, hogy kicsit máshogy oldják meg, de mindenhol ott vannak a csúcsok, és ezek majd eltűnnek 2021-től. De egyelőre a mostani szabályrendszerben és a jövő szabályrendszerben ennek jelentősége van. Ez a Y250 tengely, azért Y250, mert az autó hoztengelyétől 25-25 centire, tehát 250 mm-re semlegesnek kell lenni az első szájnak, és ez az a pont, ahol először leszorító erőt termelhetnek. És ebben a Y250 tengelyben ezt a leghíresebb vortex a Forma 1-nek, ez az Y250 vortex,
ez ennek a tengelynek a brutális vortex, amit innen képeznek, összeépítve az összes többi elemről, és hátrafele, majd mindjárt elmondom, hogy hogy és miért, hova vezetik. Alapvetően itt, amit meg akarok mutatni, az, hogy ami divatba jött idén, ami egyébként már a 2009-es szabályváltozások óta is divatba jött, csak mint a változtattak az első szány szabályokon, ezért nagyon elkezdték lecsípni, az alfájé talán a legextrémebb, itt a szány véglapok tövében látszik, hogy akár itt is lehetnénk, de mindjárt meg is mutatom, hogy hol vagyunk. Tehát, hogyha a Mercedes nézitek, akkor ez egy szépen megcsinált szárny, Y250 vortex generátor csúcsok befele mennek, emelkedik fölfele, kívül terhel a szárny, ahogy emelkedik, itt a legnagyobb. Egyébként ez is középen, tehát minden szárny, minden első szárny, de erről is lesz majd másik képen, a közepén generálja lesz a rütörő lényegi részét. A belső része az a vortex keltést szolgálja, a külső része is vortexeket generál, és terel kifele, autvasba tereli a levegőt. Ennél a megoldásnál a Mercinek ez nem volt nagyon autvas, az első tesztnapok egyike, és direkt egy szögből kerestem képeket. A Ferrari-nál látszik, hogy itt dolgoztatják a szárnyat, működnek ugyan a vortex generátor, generáló részek is, de igazából ez a tiszta áramlás a keréken belül invasba megy. És itt viszont ezen a részen annyira lecsökkentik a magasságot, és akkor visszalépek az alfás képre, az alfa meg még brutálisabban levágja, amivel első leszorító erőt veszítenek, de azt az áramlást, amit elküldenek a kerekek mellé, azt viszont növelik, javítják vele, ezzel tudtak egy picit a tavalyi szabályokra visszakacsintani. Persze veszítettek vele összben, de összességében ez a megoldás, ez az úgynevezett autóvas effektet próbálta visszahozni, ami 2009 óta élt a megoldások között. A Merci itt még egy eléggé invas-szerű szárnyal dolgozott, ők is utána lecsíptek ebből, majd erre is hozok képeket mindjárt. És akkor szárnyvéglapról akartam még annyit mondani, de akkor inkább visszatérek, aztán belekezdek ebbe az animációba, ami nem lesz animáció, csak képekből léptetem, hogy alapvetően amit érdemes tudni ezekről a vortexekről, és akkor ide visszajövök, hogy 98 és 2009 között csökkentették az autók szélességét 180 centire, 2 méterről, és ezért csökkent nyilván a szárnyakat is tovább nyírták, és a szárnyak külső éle, az pont a kerekek vonalával, belső vonalával volt egységben, és ezért nem is tudtak kívülre áramlást, külső áramlást csinálni, autvas csinálni, ezért rátaláltak arra, hogy akkor legyen invas, akkor csináljunk befele áramlást, azért, mert a keréktalpontnak van egy vortexe. A keréktalponti vortex pedig annyira hülyén áramlik befele, hogy bemegy a padlólemez alá, és elrontja a padlólemez áramlását, tehát csökken a leszorító erő az autó alatt. És arra rájöttek, hogyha innen a szárnyvéglapról, ami akkor itt volt ebben a síkban, a szárnyvéglapról ide kell generálják a vortexeket, akkor ki tudják lőni vele ezt a keréktalpont vortexet, és kiviszik oldalra, és onnantól kezdve nem szól bele a leszorító erőbe az autó fenék része alatt. Ez 2009-ig tartott, akkor viszont jöttek a széles szárnyak, akkor teljesen kiment a szárnyvéglap a kerék külső síkjára, és akkor nagyon gyorsan rájöttek, hogy a fenét kell belső vortexeket generálni a talpont miatt, autvast kell csinálni, kifele vágódó levegőáramlatot, mert az azt a turbulens levegőt, amit az első kerekek generálnak, azt el fogja rántani magával kívülre, és az még nagyobb nyereség, mint amennyit nyernek itt, hogy a keréktalpont vortex nem megy be a lemez, padlólemez alá, jóval többet nyertek vele azzal, hogy kifele áramoltatták a levegőt, és minden levegőt eltoltak az autó mellett, ami utána nem ment vissza a diffúzor mögé, nem ment vissza a padlólemez hátsó részére, és még többet nyertek. Ráadásul, ami igazán gyakorlatilag két legyet ütöttek egy csapásra, arra is rájöttek, hogy viszont miután semlegesé tették ezt a belső 50 centit, ugye 25 centi balra, 25 jobbra, innentől kezdve ezekkel a vortexekkel ki tudták nyírni a keréktalponti vortexeket is, tehát gyakorlatilag kaptak itt is bent, mint egy, majdnem egy szárnyvéglapot ezekkel a csúcsokkal, és azért raktam be ezt a képet, mert ezeket a csúcsokat elképesztő módon használják. És ebben is sok-sok variáció van, majd mutatok olyan képet is, de alapvetően ezeknek a használatával kívül meg belül egyszerre tudták szigetelni ezeket az áramlásokat. Na itt van az, amit mondtam az előbb, hogyha szemből nézünk egy autót, akkor a leszorító erőt generáló része az első szárnynak az ez. Tehát a középső része, ahol igazán a leszorító erő generálódik, ugye középen semleges, itt meg van egy olyan felfutásunk, ami itt a vortex generálás miatt nem elsősorban arról szól, hogy sokat generálja, sok leszorító erőt képezzen, és a külső széle is már arról szól, hogy minden inkább kitereljék. Ugye ez egy 18-as animáció, tehát ezen még rajta van egy csomó toldat, amit már idén nem lehet használni, meg jövőre sem. Ezeket kellett visszanyerni ezekkel az elvágásokkal, amit az előbb mutattam. És akkor itt fölülről a lényeg,
Hogyha föntről nézzük az áramlási képet, első kerekeknek a nagyon zavaró turbulencia, a legkárosabb dolog az egész autó áramlása szempontjából, a szép lassan, ahogy jön hátrafele, ide beszívja. Ahogy a kólás üvegnyak rész meg van csinálva itt a modern autókon, így ahogy van beszívja ezt a nagyon rossz turbulens, zavaró légáramot, és teljesen megmondja itt hátul a diffúzor melletti áramlást, a diffúzor áramlását is, az első szár, tehát a hátsó szár és a diffúzor azok együtt működnek egyébként, azok tandemben dolgoznak, és beszélgetnek is egymással jó esetben, de most ebbe teljesen belerondít ez az áramlás, és innentől kezdve jött ez. Fogták az Y250 Vortexet, belőtték ide, elviszik a keréktalponti Vortexet oldalra, és ezzel a nagyon durva outwash-sal, ezzel a nagyon kemény kifele áramlással, meg kihúzzák az összes leveg, nézzétek meg, hogy áramlik, ezek rendes CFD szimulációk, szintén ide elhúzza, és eláramlik az autó mellett. Tehát közel, ez a terület tök szabadon marad, és az a levegő, az a teljesen jó egy irányba mozgó laminál is szépen áramló levegő, amit innen terelnek el, az szépen elmegy, és itt a fenéklemez alatt, meg a fenéklemez fölött a diffúzor tetején húzva a levegőt, összedolgozva hátsó szárny aljával, tökéletes leszorítórőt képez, de ettől lett annyira sok turbulencia az autók mögött az elmúlt 10 évben, hogy a szokásosnál, vagy meg az eddigieknél is nehezebb követni egymást. Szemből csak azért akarom megmutatni, hogy generálja. Ugye minden Vortex úgy képződik, hogy nagyobb nyomású terület felől megy kisebb nyomású terület felé. Azért van szárvéglap az autókon, mert ha nem lenne, akkor ugye itt jönne a nagy nyomású levegő, alul áramlik az alacsony nyomású puszok nagy sebességgel, ez így, ahogy van, leborulna rá, lenne egy baromi nagy oldalra pörgő Vortexünk, de nagyon sok hatékonyságot veszítene az első, meg a hátsó szárny is. Itt a szárnyéglap ezt lezárja, nem tud szigetelve van a nagy nyomás, meg az alacsony nyomás, nyilván a végén át akar lépni, de jóval kisebb lesz. Amit csinálnak, ezek az érek, ezek is 18-as dolgok, ezek már nincsenek fenn, ezek a kunkorok, ezek még igen, meg ezek. Ezek ugye befele pörögnek, mert a nagyomású rész erre tud szabadulni, alá pörög saját magának. Ugye 5 szárnyelemre van vágva, és van 5 ilyen mini vortexünk, ilyen mini tornádók, és szépen egymásba pörögnek, és lesz egy óriási nagy tölcsér belőle, amit hátra lőnek, és nyilván itt még megkezelnek a turning vanes-ekkel, tehát a terelőelemekkel, meg még az orrkup alatti terelőelemekkel is, amire mindjárt kitérek, és szépen ellövik ide az első kerék mögé, közvetlenül még a bársbordok elé, és kifele húzzák azt az áramlást, ami ott zavarná a normális áramlási képet. Az összes többi meg az az érdekes, hogy ez meg az ellenkező irányba forog, tehát ezek befele forognak, ezek kifele forognak, a régi toldatok is befele forogtak, de ezeket már felejtsétek el, tehát ez már nincs, és ez meg itt szépen, hogy az előbb felülről mutattam, elvezeti a levegőt, ez még egyszer ugyanaz másik szögből, csak hogy látszódjon, hogy mennyire éles szögben dobja kifele a levegőt. Ez még egyszer egy másik szög, ezt nem tudom miért raktam be. Ja, tudom. Azért raktam be, mert ugye itt a turbulens levegő, és itt fixik a vortexek el, irányítva a rossz részét a levegőnek, vagy a zavaró áramlásokat, és itt meg a szép kis, jó kis egyenes áramlás, a jó kis vaskos levegő megy ide, zavartalanul, padlólemez fölött áramlik, ezeket mind-mind itt megkezelik, persze egy csomó elemmel, amiről mindjárt beszélek még, és akkor így lesz egyre több egy autó lesz fölültereje. Amit mondtam, hogy a Mercedes is elkezdett azon dolgozni, hogy minél több legyen az outwash, tehát minél inkább kifele vágjanak, ez az évelei verzió, vagy a szezon első felében használt megoldásuk, ugye látszik, hogy milyen magasan van a szárnyelem az aljához képest, és ehhez képest itt azért elég rendesen levágták most. Ezt már 2020-ra is próbálkoztak vele, ez már majdnem olyan, mint a Ferrari megoldása, a kérdés, hogy őre a Mercedes is beáll ebbe a sorba, mert hogy a Red Bull is elkezdett beállni, Red Bull éveleje, Red Bull évvége. De ezek még teszt darabok, tehát ezzel nem versenyeztek, ezek fönn voltak pénteken, aztán utána szombaton mentek tovább ezzel. De hogy látszik, hogy mindenki ezt az irányt követi, mint a Ferrari, az Alfa Toro kezdett, aztán a McLaren át viszonylag hamar át rá, és a többiek is szép lassan. De azért itt ez egy irányba menne, vagy egymás felé azért szépen elindultak, mert aki meg nagyon extrém vonalon volt, Toro Rosso, Alfa, az meg elkezdett picit azért emelni ezeken a dolgokon, tehát ők meg nem csapják már le annyira, picit jobban megbontják, tehát szerintem jövőre be fog állni tök egyforma első szárnyakra, aztán utána mindenki csinál újat majd 21-re. Ami még fontos ilyen szempontból, hogy ja, bocs, a vortexekről még annyit, hogy a vortexek nem csak terelnek, hanem szigetelnek is, tehát miközben gyorsan visszaléptetek, miközben terelgetik ezeket az áramlásokat, amiket nem akarnak használni, a padlólemezt valahogy szigetelni kell, hogy ne szökjön a padlólemez alól ki az a jó kis alacsony nyomás, és ez nagyon gyorsan száguld a levegő, és azt is a vortexekkel érik el. Ugye tele van vágattal itt a keresztirányú vágattal a padlólemez vége, hosszirányú vágatok szoktak itt is lenni, ez mind azért van, hogy ott is elinduljon olyan vortex, ami végig bugdácsol
az él mentén, és gyakorlatilag levegő-levegő szigetel, és a végén itt kioltják oldalra, amit utána ezek a vortexek pedig elvisznek a hátsó kerék mellett oldalra. Úgyhogy így szigetelik, ma már nem szoknyák vannak, mint a 70-es évek végén, 80-es évek elején, amikor ezek a sliding skirtek, ezek a csúszószoknyák ott voltak a padólemez élén, hanem gyakorlatilag levegővel megoldják, köszönik szépen, nem kell hozzá nekik valami kopó alkatrész. És akkor autó alja, illetve első szárny alja, első orrkúp közepe, orrkúp széle, szárnyvéglap alulról, és ezek a strékek, ezek a kerítés létszerű elemek, ilyen hosszanti elemek. Azért mutatom, mert ritkán látjuk, de fontos szerepük van, pontosan ezzel együtt összejátszva. Ez a fékhűtésnek a terelő lemezei, ez egy kevésbé brutális verzió, csak azért raktam be, hogy itt az elég szépen megvannak olyan dolgok is csinálva a fékhűtésben, egy csomó olyan szárnyelem, ami ugye itt az agy fékhűtő dob, és itt áramlik be a levegő, de hát ennyi hűtés kell neki, az összes többi az mind azért van, hogy azokat a káros légáramokat, amik a kerék kifordításánál keletkeznek, ugye álló helyzetben csinálnak egy szimulációt, de a kerekeket az ember kormányoz, és az folyamatosan mozog. És állandóan elrontja ezzel az egyébként jól tervezett áramlást, amit egyenes irányban nagyon szépen áramlik az autó mellett, de hát egyenes irányban gyakorlatilag tök mindegy, hogy mi történik az autóval, mert megy, ha nem repül föl, akkor rajta van az aszfalton, de el kell kezdeni kanyarodni, és akkor fordul az első kerék, és megbontja a légáramot mind a két irányban. És ezért különösen azok az elemek, amik rajta vannak a keréken, tehát lásd a fékütő nyílások és a fékütő nyílásokra szerelt összes toldat, ami együtt forog a kerékkel, az nagyon fontos abban, hogy irányítsa a levegőt a kikormányzott szakaszokban is. Illetve ezek az alsó terelő lécek, amiket mondom, nagyon ritkán látunk, van, amelyik csapatnál rövidebbek, van, amik a Williamsen nagyon hosszúak. A Williamsen látni a leginkább piszok hosszú, majdnem, hogy végigérnek. 4-5 ilyen kerítésléc is van rajtuk. Ezek is azért vannak, hogy a különböző kormányszögeknél is adjanak valamilyen stabilitást, tehát hogy mindig legyen valahova jutó jó levegő, hogy ne legyen olyan kormányszög, amikor teljesen meghűl a rendszer, hanem mindig fenn legyen tartva valamilyen típusú áramlás. Aztán eljutunk az autó közepéhez. Amit ugye már az ábrán mutattam, hogy ott leginkább felhajtó erő keletkezik, mert hogy lefelé áramlást akarnak vele generálni. És ez nincs másként. Gyakorlatilag, hogyha megnézitek ezeket az elemeket, nagyon sok elemnél látni ezeket a lefelé, itt is látni gyönyörűen, hogy lefele próbálják vezetni a levegőt. Jön és ível lefele. Ez elég nagy szögben ível lefele, ez is lefele ível. Minden egyes elem, még szárnyprofilban is meg van úgy csinálva, hogy gyakorlatilag rendes repülőgép szárnyprofil van rajta, tehát nem egy fordított szárnyprofil, mint egy versenyúton, hanem mint a fele, azt akarnak, hogy felszálljon. De ez mind azért van, hogy lelőjék ide a levegőt, hogy amire a padlólemez elejéhez, éléhez ér, addigra viszont ott jól dolgozzon az oldalszekrények mellett. Tükör. Idei tükörmegoldások, tavaly kezdték, idén már mindenki beleszállt ebbe a messzire kitesszük, azért tesszük ki messzire, hogy jó légáramban legyen. Mert hogy ugye ez van egy vonalban az első kerekekkel, és annak a piszkos légáramát próbálják megdolgozni és felhasználni. Megint csak ez nem leszorító erőt generál, mondjuk túl sok felhajtó erőt se generál, de azért látjátok az ívét, tehát ez megint csak lefele lövi a levegőt, megint csak elindít egyfajta lefelé áramlást. Ez is gyönyörű példa, Alfa Romeo. Az látszik, hogy hát ez egy brutális repülőgép szárnyprofil, tehát ez tényleg felszállásra tervezett, és ezt nem látjátok. Azért hoztam ezeket, mert ilyet nem látni közvetítésben, tehát hogy nem elemeznék képeket órákon keresztül, főleg február-március környéken, a néha évközben is, akkor magam sem látnám, tehát ezt nem látod. Ha nézed a közvetítést, ott megy egy fehér autó, egy piros autó, nagy szárnyak látszanak, oké, de hogy ezt soha nem veszed észre, hogy ez egy valódi szárnyprofil, és ez valóban felhajtó erőt generál. Tehát ha csak ez lenne az autón, akkor elemelni. De aztán itt van egy ilyen, ami ez már leszorító erőt kezd generálni, de ez kívül van. Azért trükk, mert ugye ez a belső áramlási zónában van, az első kerekek vonalában, tengelyvonalban, és itt minden lefele és kifele próbálja lökni a levegőt. Látszik is, minden úgy is van irányítva, minden úgy kanyarodik, hogy a levegő itt eljöjjön az oldallemezek, az oldaldobozok mellett, de ami már kívül van, azt már használ, ide már ráfért ez, azt még a szabályok megengedték, akkor még ott két dekát azt szorítsunk már le, ha lehet. De alapvetően nézzétek meg, hogy ezek is mind lefele ívelnek. Egyébként maguk a lengőkarok is felhajtó erőt generálnak. Tehát ezek egyébként 3:1 arányban lehet szárnyprofil a lengőkarborítás. Össze is vonják a kormány összekötőt az alsó lengőkarborítás, ugye egy csomagba rakják. Tehát a magasságának 3,5-szerese lehet a hossza. És innentől kezdve ez a maximum megengedett, semleges szárnyprofilnak kell lennie, tehát nem lehet se
repülőgép szárnyprofi és a versenyautó szárnyprofi egy semleges szárnyprofinak kell lennie, de mégis az áramlások amiatt, hogy egy feláramlás jön, és egy feláramlásban kap bele a levegőbe, ezért elkezdi görbíteni a levegőt, egyenesíteni. És azzal, hogy egyenesíti, azzal már felhajtó erőt generál, viszont lefelé áramlást hoz létre. Ugyanez a helyzet ezekkel az elemekkel, például a Glórián. A Glóriára néhány csapat, jó, most már többen inkább, mint nem, rápakolnak ilyen 1-2-3 soros szárnyelemeket. Azok is mind lefelé áramlást generálnak. Tehát mind felhajtó erőt képez valamilyen mértékben, de összességében jobbat tesz az autónak. Ezek a szárnyelemek is néhány évvel ezelőttiek Ferrari találta ki, aztán mindenki átvette, hogy hátatolják amennyire csak lehet az oldalszekrény kezdetét. Ha megnézitek, akkor igazából a légbeömlő kezdete az ez. Tehát ebben az egyenesben van, a pilóta majdnem, vagy a szeme mögött, tehát így valahogy, hogyha kicsit a fejét így keresztbe akarnák szelni, akkor valahol ott kezd el beömlenni a levegő. Előtte ez az oldalütköző, az a hivatalosan elírt FIA oldalütköző zóna, amiből kettőt kell fölrakni, fölülre, meg alulra oldalanként. És ezt a zónát, ezt a Ferrari úgy döntött, hogy integrálja, illetve kiveszi az integrációba, de integrálja az áramlási képbe, mert eddig eldugták az oldaldobozokba őket, és ezért az oldaldobozok itt kezdődtek. Na most az a játék, hogy emiatt nyernek 20-30 centit, ami nagyon sokat számít, a innen érkező levegő megdolgozásában plusz 30 centi, az komoly számokat eredményez a végén plusz leszorító erőben, mert ezt szárnyelemnek használják. Ebbe beleintegrálták ebbe a szárnyelembe az oldalütköző elemet, viszont mögötte kezdődik csak a beömlőnyílás, viszont miután az egész egybe van itt kapcsolva a beömlőnyílással hivatalosan, az FIA által előírt szabályoknak megfelel, mert a beömlőnyílás legkésőbb itt kezdődhet el. De ezt beömlőnyílásnak ismeri el az FIA szabályrendszer, mert össze van kötve az egész egyenemnek, holott maga a levegő csak itt lép be a hűtőzónába, itt még semmit nem csinál, viszont elkezdődik egy terelő elemmel. Ezek a bumerang elemek is tavalyi idei fejlesztések, leginkább a legtöbb autón nagyon hosszan a bargeboardok fölött mellett elvezetik a levegőt. Ezek is mind egyrészt megosztják a levegőt, megpróbálják ketté osztani az alulra irányuló levegő oszlopot, meg a felülre irányuló levegő oszlopot. Ugye ami felülre megy, az hűteni megy, ami alulra megy, az elmegy a oldaldobozok mellett, és megy hátra leszorító erőt generálni. De ez is mind egyfajta felhajtó erő generálás, semmiképp, vagy maximum semleges. Itt látszik szemből ez az elem, amit mutattam, onnan látszik, hogy mennyire. Tehát gyakorlatilag itt egy vezérsíkról beszélünk. Ami csak azért van ott, hogy a szabályoknak megfeleljen, ebben a magasságban, ebben a szélességben elkezdődik. Ott van az ütköző zóna, itt az alsó része, és itt hátrébb, ugye ezt nem látjuk itt mélységben, de látjátok, hogy 20-30 cm-vel hátrébb kezdődik egyébként maga a hűtőnyílás. Itt is ez a trükkös tükör a McLarenen, amit az előbb már mutattam a Mercedesen. És akkor itt alfáról megint csak néhány kép, ezek a Stegosaurus pikkelyek, amik fönt vannak itt, az S-csatorna nyílás. Ugye az S-csatorna alulról vezeti el a levegőt, az első szárny alól, arról is majd fogok beszélni mindjárt néhány szlájddal később. És itt vezeti ki, ez is azért van, hogy azt a levegőt, ami egyébként itt eltűzne fölfele, és nem okozna semmit az autón, tehát itt valahogy leválna róla és szépen elmenne fölfele, azt megpróbálják ide rákanyarítani, és innen ez a nagy sebességgel érkező levegő, ez itt szépen hopp fogja, és rászívja, ráfordítja a levegőt az orrkúpra. Ez megint csak felhajtó erőt generál, de ez megint senkit nem érdekel, mert összességében jobb lesz, mert ez a levegő hátul még dolgozik. Ha leengednék fölfele a levegőbe, akkor nem csinálna semmit hátul. Orrkúp alatti terelő elemek. Ez egy érdekes sztori, és a Ferrari idei feltámadása ennek köszönhető. McLarenes kép, ezt korábban már használtam, mert a McLaren használta először ezt az elemet, 11-ben vagy 12-ben. Ez az úgynevezett snowplow, vagy a most már palástelemnek hívják, de ja, lehet hókotrónak is hívni. Az a lényeg, hogy fogták akkor még nagyon magasra emelt orrkúp alá, beraktak egy ilyen második orrkúp zárást, ami alulról zárt, kicsit felfele ívelt, itt helyben eleve leszorító erőt generál, olyan, mint hogy egy mini padlólemest csináltak volna az első szárny alá. Két itt oldalt, középen van egy svertje, két oldalt eláramlik a levegő ezen a felső részen, alul meg leszorító erőt generál. Na, ezt csinálta a Ferrari szingapúrig használt első szárny felfüggesztése, és a Szingapúr után használt palástelem. A különbség ugye annyi, hogy az első szárnyakat eddig ezek a pilonok tartották, két oldalt, három vágat volt benne, hogy középre is menjen még plusz levegő, mindjárt megrajzolom, hogy miért lehet, hogy a táblát használom. Tehát ez is generál leszorító erőt, csak az előnye a palásnak, ezt a Merci kezdte aztán használni így a hibrid érában inkább, hogy közvetlen nagyobb leszorító erőt generál, amiatt, hogy egy zárt felület van az orrkúp ezen része alatt, fölfele, tehát eleve meg egy szárnyprofil alak is van,
És erről az érről, erről külön vortexet tudnak generálni. Tehát még van egy vortex generáló részük, mind a két oldalán az orrkúpnak, amit még ki tudnak használni oda, ahova akarnak, vagy olyan részekre, amit erről nehezebb képezni. És egyébként, hogy képeznek az eredetileg használt elemmel leszorító erőt, az gyorsan felrajzolom, mert van egy kréta. Ennek az a trükkje, hogy itt van az orrkúp szemből, és akkor valahogy első szár, és ugye oda akarjuk rögzíteni, és ezek nem így rögzülnek ám, de csúnya orrkúpot rajzoltam. Szóval ezek nem így rögzülnek ám, ezek így rögzülnek. És attól, hogy így rögzülnek, itt is fölgyorsul a levegő. Ugye szűkebb lesz a keresztmetszet, és elkezd gyorsulni a levegő. Csak ugye azért kellenek a vágatok bele, mert megint csak egyrészt áramlásleválás lesz egy idő után, másrészt az orrkúp alatt nem jó túl sok leszorító, nem jó mindennél több leszorító erőt generálni, vagy a lehető legtöbbet, mert hogyha itt túl sok leszorító erőt generálnak, akkor túl sok lesz a feláramlás. És ez a feláramlás utána meg meggyilkolja a hátra menő levegőt. Tehát úgy kell beosztani, hogy akkor a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon. Tehát sokat kell generálni, hogyha lehet, de nem túl sokat ahhoz, hogy ne legyen túl nagy a felfelé áramlás. Nyilván ez kiküszöböli részben a palást használat, mert ott elve nem tud feláramolni attól, hogy zárva van alulról a palást. Nyilván annak is megvannak a problémái, nagyobb kicsit a légellenállása, de az látszik, hogy a Ferrari-nak mennyire jól használt Szingapúrtól, tehát alapvetően azért azok a nagyon nagy elsőtengely problémák megszűntek a szingapúri futamtól kezdve, de nem lett egy virágvelő autó, de elkezdett dolgozni az elsőtengelye is. Itt oldalról, csak hogy megmutassam, Racing Point, hogy ez hogy néz ki alakban, hogy mit képzeljetek el. Látszik ez ívelés egyébként itt is, ezen a talp részen egy pici befele ívelése van, itt a három vágat, ott pedig a Renault-nál meg a palást van fönn, az mondjuk így nagyon nem látható szerintem, mert fekete a feketén, de ott az egy konkrét palástelem. És akkor még néhány dolog, orrkúp, Red Bull, az, hogy hogy dolgoznak pályáról pályára az orrcsúcsok az orrkúppal is. Ugye általában ezt a nyitottat használja a Red Bull, picit átverve a szabályozás, mert ez nem lehet egy nyitott elem, ilyen zártnak kéne lennie, amit szeretnek néhány pályán használni, főleg a gyorsabbakon. De ezt meg úgy verik át, hogy az elemeket úgy rendezik el benne, ez kiismeri, hogy működik. De jó. Na azért jó, mert tudok újat mondani. Tehát szépen nyitva hagyják, de hogyha fölülről metszetben nézzük, akkor ilyen irányban, meg ilyen irányban telepakolják ilyen, én kerítéselemeknek hívom őket, és bármelyik metszetből zárt szelvénynek néz ki, miközben a levegő keresztbe átáramlik rajta. De ugye a szabály csak azt mondja, hogy bárhol belevágunk ebbe az orrkúbannak, egy elemnek kell lenni, és egy síkot össze kell tudni fogni. És ez így összefogja gyönyörűen. Ezek egyébként ilyen tipikus nyúj találmányok, és ezért szeretem a nyúj gondolkodását, mert piszok jó, tehát olyan dolgokat tud megálmodni, vagy meglátni, amit nyilván mások is meglátnak jókat, csak a nyújban van egyfajta zsenialitás, amit is szeretek. Ki olvasta egyébként a nyújnak a könyvét? Jó, többen is olvassátok, mert piszok jó. Tehát érdekel az aerodinamika, meg hogy dolgozik egy mérnök, hogy gondolkodik, how to design a car, vagy valami ilyen, nem tudom, mert már gyors, elolvastam, hogy lehetett, kezembe veszem még, amikor lehet, de a könyv, a címe az most nem ugrott be elsőre. Na, ugorjunk oldal, szekrények, ugye ez 89, 641-es Ferrari, és itt teljesen egyértelmű ez a kólásüveg nyak elrendezés, ami miatt korábban ezt még nem használták, elkezdték nagy. Látszik, hogy mennyire egyszerű egy mostani autóhoz képest, egy 30 évvel ezelőtti Forma 1-es autó, jó nagy V12-es motor benne, váltó itt, aztán szinte teljesen üres ez a rész, meg egy hatalmas hűtő belepakolva, amúgy meg a héjat külön rakták le, ma már ezt nem csinálják, de ez a kólásüveg nyak már akkor elkezdődött, hogy minél több levegőt beküldeni a diffúzor fölé, és a diffúzor áramlását segíteni a padlólemez fölötti áramlásra, hogy minél több levegőt szívjon ki. Ez ma is jellemző megvan. Amit akarok mutatni az, hogy ez ma már azért változott, és az autók mérete is változott, azért megvannak, ezeket szabályok írják elő, hogy hol milyen széles lehet, tehát az, hogy itt geometriailag néhány dolog máshogy áll, az elsősorban szabályok kérdése. Az, hogy hátra megy a kólásüvegnyak, az egy dolog. Az, hogy fölötte itt más, ez a pici alagút azért alakul ki, mert itt valahogy a hőt is ki kell vezetni, és a Merci itt ilyen nagy hűtőnyílásokat csinál, ezért szélesebb a karosszíria, lehetne szűkebb is, de ők így szeretik megoldani a meleg levegő kivezetést, nem máshol.
De azért elég jól alá van vágva, viszont azt nézzétek meg, hogy itt milyen széles ezen a részen a Mercedesnek az oldalszekrénye, miközben alul keményen alávágják. Tehát ez a felső részén nagyon-nagyon széles, és alul egy ilyen brutális, most már sárga marad a kezem esti. Tehát, hogy oldalszekrény így, és akkor van egy ilyen brutál alávágás, tehát itt, és itt áramlik a levegő hátrafele. Ezen a részen meg kapja a hűtő levegőt. És ehhez képest a Red Bullt akarom megmutatni, és nekik ez működik, a többiek nem nagyon csinálják. Kicsit akkor csak így ugrálok, hogy meglegyen az eltérés. Tehát a Red Bull azt csinálja, hogy nem hozza ki, ameddig lehet, addig hozza ki, ameddig kell, fönt. Itt viszonylag szűk tud maradni, de nincs, alig van alá, itt van alávágás a két alsó száránál, egy minimális. És innentől kezdve viszont úgy, ahogy van, rádöntik az egészet, olyan, mint egy zsugorfóliáznák. Tehát amit a Red Bull csinál ahhoz képest, amit a Mercinél rajzoltam, az, ezt hogy rajzolom le jól? Majd mindjárt mutatok róla a képet, az valami ilyen. És utána a végén, amikor hátrajön, akkor meg teljesen bedől. Tehát lesz egy ilyen áramlási kép az oldalának. És ez piszok jól működik, nem véletlen jó a Red Bull, amikor jól működnek a gumiaik, meg működik a motor, meg minden. Tehát szerintem ők hagyják, a legnagyobb területet ők hagyják szabadon hátrafele, minden, az összes csapatot figyelembe véve, ezzel, hogy így rádöntik. És ezt akarom megmutatni, tehát ez szemből ugyanaz a szelvény, nézzétek meg, hogy milyen íve van. Ez ennyi a beömlő nyílás, ennyi megy be a levegő, ami hűt. Itt ugye, amit a szabályok előírt, a kötelező elemek az oldalütközők. Ennyi az alávágás. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor a beiglire rányomsz karácsonykor, és akkor picit az oldal egy megfittyed, de hát az ez alávágásnak nem nevezhető. De hogy igazából nem széles fönt, tehát nincs egy ilyen széles, kiszélesedő nyílás, vagy, mint a többieknél. A többieknek ideig bejön alul, de ide kivágják fölül. És a Red Bull teljesen más csinál, viszont ez a rész innentől kezdve tök üres hátrafele. Ez hátulról még egyszer. Ugyanez szépen látszik, hogy innen az összes terelőelem hogy irányítja egyébként a levegőt ide befele, és hogy mennyire rá tudják húzni a légáramlást. Kicsit van benne egy kis koanda effekt is már szerintem, amit kihasználnak azzal, hogy mint egy ilyen lefele tartó rámpán a levegő ugye akarja követni amúgy is ennek a rámpának az útját. Szerintem ez is benne van. Habár erről nem nagyon szoktak beszélni, de a formából kiindulva szerintem ez is benne van a buliban. Na, akkor oldalszekrény, ennyi hátsó szárny. Érdekes, a leszorítő 30-40%-áért felelős, de a légelevás legnagyobb részére, ahogy azt láttátok az adatokból az előbb. És ugye elég nagy a változatosság, ez egy HRT 11-ből, Kanada, csak azt akartam megmutatni, hogy milyen különbség lehet szárny méretekben. Kanada nyitott DRS-e, Kanada zártal, és a monakói. Hát ha valakivel szimultánt köhögök. És akkor nézzünk egy idei Ferrarit is, hogy hányféleképpen, ez egy rossz kép, mert ez épp úgy lett lőve, a garázs mélyén elég sötét volt, de ez ugyanaz a hétvége, két különböző szárny, a Fettelé az kisebb leszorító erős, de igazából, ha megnézitek, akkor ugye más az elrendezés, mert hogyha közelebbről nézzük, akkor az látszik, hogy a Leclerc-ének a felső szárnyeleme az nem áll olyan meredeken, mint a Fettelén, viszont hosszabb maga az elem. Tehát a Fettelnek egy rövidebb elem van, picit meredekebben, a Leclerc-nek hosszabban, de nagyobbat dől, viszont az alsó elem az igazi különbség, az alsó elem a Leclerc-nél ugyanolyan szögbe áll majdnem, mint a felső, és viszonylag hosszú, a Fetteré viszont elég sík. Tehát egy csomó olyan elrendezés verzió van hátsó szárnyaknál, tehát itt minden két elemről beszélünk, és egy csomó megoldásról. Nagyon sokféleképpen tudnak leszorító erőt veszíteni, vagy leszorító erőt légellenállás ellen sakkozni. Hogy melyik szárnyelemhez nyúlnak, melyik szárnyelemet, hova görbítik, hova futtatják ki. Az élét vágják el, ugye egy csomó csapat néha behúzza a közepét, itt fölemeli, van, aki pont, hogy fordítva csinálja, kanálalakot csinál bele, és a széleit húzza föl, van, aki középen metszi be, itt van egy kis V-alak egyébként, ha észreveszitek minimálisan. A ház imádja ezt a dupla V-t, a ház ide szeret bevágni, meg ide, tehát két bevágást csinál, ott próbálnak egy pici légellenállást csökkenteni, kevesebb leszorító erőveszteséggel. Kinek mi a felfogás, ez kinek mi működik jól, elég sokféleképpen működhet, ez fontos hattyúnak, hátsó szárny tartó elem, akinek jó szemmel az lát, hogy ez nem egy Forma 1-es hátsó szárny, de tök mindegy volt itt az elméletet akartam csak mutatni, hogy
Alapvetően egy jó ideje már a hattyúnyakat használják, a merci is átállt most már rá, egyszerűen azért, mert a szárnynak az alsó fele dolgozik erősebben, és a leszorító erő kétharmada legalább az alsó elemen, tehát a szívó oldalon keletkezik, a nyomó oldalon max. Egyharmada. Tehát nyilván a kevésbé hatékony oldalt akarják elrontani, ezért a hattyúnyak rögzítést alkalmazzák, hogy a szárny alsó eleme az teljesen szabad maradjon, és akkor összességében így is hatékonyságot nyernek. Kakasfarkak, az úgynevezett rooster tail, ami szépen látszik, amikor olyan időjárás van, vagy eső, vagy párás levegő, ahogy beszorul a légáram ide a hátsó szárnyvéglap és a hátsó szárnyelem közé, és a sarokból kilő. Minél nagyobb, annál nagyobb a légellenállás. Minél kisebb, annál jobb. Tehát ezeket is látni. Csináltunk egy ilyen elemzést, orosz futamon volt egy csomó jó lassítás, és olyan is volt az időjárás, és visszalassítottunk legalább 5-öt a délutáni magazinban, és azokat szépen végig tudtam elemezni, és csodák csodájára az jött ki belőle, hogy a Williamsnek vannak a legnagyobb kakasfarkai, ami adja azt, amit láttunk idén a szezonban, és a Mercié meg a Red Bullé volt a legkisebb, sőt a Ferrari is elég kicsi volt, tehát hogy nem véletlenül költenek el azért ennyi pénzt a csapatok, mert a hatékonyabb csapatoknál ez tényleg működik, nem csak duma, meg hát nyilván az óra meg soha nem hazudik a pályán. Csak hogy ennek egy elég érdekes, elég szépen kifele tartanak ezek egyébként, és egy csomó mindenre megpróbálják ezt megakadályozni. Nyilván ezek az összes oldalsó vágat, amit láttok a szárnyvéglapok oldalán, meg itt lent is, ami most már bekerült, van, aki ide is rak, vagy van, aki itt hosszába fölmetszi. Ez mind annak köszönhető, hogy ugye nagy nyomású terület fönt, alacsony nyomású terület alul, aztán nagy nyomású terület itt oldalról is, ahhoz képest, ami hátul van, tehát ugye amikor beér, itt följön a levegő, az egy kis nyomású terület. Itt ez egy nagy nyomású terület, innen át akar szökni oda. Nagyon nagy vortexeket generálna, ezért inkább fölvágják, és átengednek levegőt, hogy ne legyen olyan nagy a nyomáskülönbség, csökkentik a vortex generálást, és ezzel csökkentik a légellenállásukat. Ugyanez a helyzet itt is, ugye nagy kis nyomású terület a diffuzor felől, nagy nyomású terület oldalról, megint csak fölvágják, hogy ne legyen a keveredés a végén annyira durva, hiszen minden egyes plusz levegő molekula, ami oda akar tapadni az autóhoz, az vissza is rántja az autót, és ez okozza a légellenállást, tehát minden inkább simában próbálják őket leválasztani. Még egy-két ilyen vortex generátor megoldás, ez merci, fogazott szárny közepek, illetve a két szárny közti részt fogazzák meg, azért, hogy minél tovább megmaradjon az áramlás, minél később váljon le, plusz azért, hogy amikor nyílik a DRS és visszazár, a lehető leggyorsabban visszajön az áramlás. Ugye itt amúgy is a hiszterézis miatt nehéz egy csomó dolgot milliméter pontosan azonnal visszaállítani, nem is mindig áll vissza minden áramlás. Itt aztán különösen, mert ugye akkorát nyitnak rajta és zárják vissza, pont amikor a versenyző a fékre lép, tehát van egy nagy balanszváltozás is, hogy ezekkel a fogazásokkal próbálják elősegíteni, hogy minél inkább ott maradjon az áramlás, vagy minél hatékonyabb legyen az áramlás. Itt még látszik, hogy a Mercedes 17-es, 18-as, már az most összefolynak az évek. Látszik, hogy itt még nem hattyúnyakkal rögzített a hátsó szárny, hanem középről a tövénél fogadta meg, és nagyon nagy a T-szárny, ami megint csak leszorítőt generáló elem, tehát azért rakják ki, és az összes olyan dolog, amit az előbb elmondtam az autó közepéről, hogy hátrafele leáramlást akarnak, az pont arra kell, hogy ezek a cuccok itt, a hátsó szárny, a T-szárny, az összes ilyen elem, ami itt még fönt van, plusz a diffuzor, az minél jobb szögből kapjon levegőt, minél több levegőt kapjon, annál hatékonyabban működik. Ferrari itt már látszik, hogy ezt csak azért raktam így, hogy ugye a T-szárny ekkora lehetett, aztán gyorsan azt mondták, hogy nem lehet, azt hitték, hogy nem lesz, aztán utána csak találtak egy olyan zónát, ahova mégiscsak raktak. Hát mondjuk ekkora, hát nem olyan jó, mint itt kiemelve, de mégis van, hattyúnyak ott van a Ferrarinál is. Itt látszik a felslitzelés a padlólemez élén, arról később majd beszélni fogok, meg hogy mennyire kiemelik a hátsó lengőkarokat. Mindent emelnek egyébként, amennyire csak lehet, tehát ebben a modern érában tök jellemző, hogy az első és a hátsó lengőkarokat is amennyire lehet fölemelik, hogy szabad útja legyen alattuk a légáramnak minden szempontból. Ami persze nem jó a geometriának, de hát a köridőt nem a geometria hozza, hanem az aerodinamika. Na, itt egy kis flowvíz festék hátsó szárnyon, meg még egy-két elemen, a két középen a kipufogó kivezetés, két oldalt a túlból megkerülőszelep kifezetése. Van, aki kettőt, van, aki egyet használ, a Ferrari most próbálkozott kettővel megint. Igazából minimális eltérés van benne. Inkább az a kérdés, hogy ide, mint a három elemet használnak, megint csak segíti az áramlást. Tehát itt nézzétek meg ezt a kis rámpát, amit ide fölraktak. Ez az ütköző zóna, ez a hátsó ütköző elem,
ez kötelező. Erre föl lehet rakni egy világítást, meg van egy kis, ekkora kis shield, amit oda rakhatnak. Hát persze, hogy oda lövik a cuccot még, amit tudnak, hogy arról még fölhúzzák, tehát itt is próbálják fölküldeni, hogy össze... Mert ugye itt az a lényeg, hogy a diffúzor innen jön alulról fölfele, a hátsó szám ugyanígy áramlik, nézzétek meg, hogy mennyit húz fel a hátsó szám, brutális egyébként, hogy itt jön a levegő, és ide fölküldi. Pusztán az, hogy innen van egy nagyon-nagyon erős feláramlás, és egy negatív zóna, és így húzza magával, és mindent magával húz fölfele. És hogyha ezzel még rásegítesz, akkor még egy plusz nem tudom mennyi, x 10% leszorító erőt nyernek vele. Padlólemez belső része, pár évvel ezelőttről még volt Lotus, ami még jobb volt a Renault-nak így is, meg úgy is. És itt csak annyi, hogy mennyire extrémen vannak kialakítva, mennyire formára van ez is öntve, tehát hogy ezek ilyen nagyon precíziós cuccok, milliméterre kitalálva, ez a belső fele, ugye itt a belépőél, itt válik kettő, itt a T-tray, ott a splitter belépő éle, és akkor itt vezetik alá, itt pedig a diffúzor rész. Ez a belépő szemből, ugye nincs fönt az orrkúp, ez van az orrkúp alatt, ezt alapból nem látjuk, de gyakorlatilag itt kezdődik a leszorító erőgenerálás az autó feneke alatt, már ennél a belépő élnél, és akinek jó szeme van, az látja itt a... Hát most már nem fából van, de az a középső most már ilyen műanyag gyantából készült, 1 cm vastag koporréteg, amiben be kell rakni a 6 darab titánium kopóblokkot, és nem itt mérik, tehát nem a műgyantának nem szabad 1 mm-t kopni, mert az elég hamar elfogy, hanem a titánium kopóbloknak nem szabad 1 mm-nél többet kopnia. Persze ezt nagyon okosan úgy csinálják meg a csapatok ezt a felfüggesztést, hogy lehetőleg ez amennyire csak lehet flexibilis legyen, és nyomásra hajlik fölfele. És a kopóblokkokat még nem írja elő a szabály pontosan, hogy hol kell lenniük, a csapatok maguk rendezhetik el egy bizonyos határon belül, ezért okosan mindenki rájött, hogyha 6 kopóblokkot ide rakja egymásra, akkor szépen tartják egymást, és akkor onnantól kezdve még rugalmasabb lehet ennek az alja, meg még közelebb engedhetik az autót a földhöz, aminek egyébként nagy jelentősége van, majd mindjárt azt is elmondom, hogy miért. Összességében, ha a diffúzort, a padlólemezt nézzük, ugye mondtam, hogy hátsó szárny ilyen 30-40% a teljes leszorító erőnek, akkor a padlólemez ilyen 35-50% is lehet, sőt a 21-től kezdődő érában annál is több, tehát több mint a 50%-át, inkább 60-65%-át fogja hozni a padlólemez az összeszorító erőnek. Ami fontos még, hogy alapvetően ennek a leszorító erőnek azért, mert ez is talajkölcsönhatásban dolgozik, ami a padló a lemez alatt, tehát amit a fenék lemez alatt és a diffúzorra generálnak, ennek elég kicsi a légellenállás vesztesége, tehát minél többet generálnak itt, annál jobb, a tempóból alig veszítenek miatta, és akkor amíg itt lehet nyerni plusz valamennyit, akkor azt le lehet szedni hátsó szárnyból. Az autó balanszának is összességében jobbat tesz. Egész addig a pontig, amíg nem válik le, vagy nem torlódik fel az áramlás az autó alatt. Akkor itt még egy padlólemezről akartam néhány szót. Ugye itt már látszik, hogy a Merci ide megcsinálta a hattyúnyak felfüggesztés a hátsó szárnyon. A térszárny akkora, amekkora, az is azért két részes vagy kétfedeles. Elképesztő módon felvágják most már a padlólemezeket. Régen ez valószínűleg szívszélhűdést kapott volna valaki a 20 évvel ezelőtt. Így megy be valaki, egy ilyen padlólemez tervezett, akkor soha nem lett volna Forma 1-es mérnök. De ma már annyit tudnak az áramlástanról, hogy simán megcsinálják ezeket a dolgokat, ami elsőre veszteségnek néz ki, mert itt ugye elvesztenek valamennyit a padlólemezből, de eleve itt ez is azért indul, hogy itt jön alulról az alacsony, pici kiáramlás van, de itt a nagy nyomás oldalról átbukik, elindul egy vortex, és az végigfut, és itt még végig van vágva először hosszában, aztán meg sréjen. És gyakorlatilag ez a vortex addig szórakozik ezekkel a vágatokkal, amíg mindig a kifele induló levegőt alulról azt lezárja, így szigeteli, és a végén, ahogy elér a gumihoz, akkor oldalra fog kilőni. Itt azért ezen sokat dolgoznak, ezen sokat szenvedett a Ferrari is. Itt ezt a sarkot jól megcsinálja a hátsó kerék előtt. Ez egy lényeges rész a padlólemez leszorító erő szempontjából. Mindjárt a kerekeknél visszatérek majd erre. Diffúzor hátulról ilyen görnyeket is használnak, egy csomó, ilyen, ráadásul ez kétfedeles görny, ami fönt van. Megvan ugye vágva, de ez is azt a célt szolgálja, lehet a legtöbb. Tehát, hogy ez egy elem lenne, akkor nem tudnának annyi levegőt kihúzni, mint így, mert nem válik le olyan hamar. Azzal, hogy a felső részből áthúznak levegőt, azzal tovább tudják megtartani az áramlást, tovább tapad a levegő molekula az alsó részéhez, és tovább húzza ki a levegőt a fenéklemez alól. Ugye a diffúzor önmagában nem más, mint egy hatalmas nagy légpumpa,
Amit ha nem lenne ott, akkor is kijönne a levegő az autófenék része alól, csak nem olyan jól, és nem keverné olyan jól a levegőt a normál áramlásba, mint ahogy a diffuzor megcsinálja. És hogyha egy diffuzor hatékonyan működik, akkor annak nem itt látják igazán nagy hasznát, hanem az autó első részén, mert ott minél több levegő tud belépni, annál gyorsabb az áramlás erről, meg az egész padlemez alatt, minél jobban működik a diffuzor. És nyilván azért segítik a diffuzort az összes ilyen elemmel, a hátsó szárnyvéglapról, a kipufogókról, minden összes kis toldatról, a hátsó fékötő nyílásokon, ez mind-mind. Ez egy áramlási kép, külön alkatrészeket látok, de igazából ez egy doboz, amit próbálnak abszolút végösszekötetésben tartani. Hasmagasság. Ez egy érdekes játék, és itt biztos fogok olyat mondani, amit nem tudtok, vagy ha igen, akkor kardomba dőlök. Ugye ez az autó, ezt hívják réknek, hát éknek magyarul el kell venni az R betűt, és akkor magyarul is működik. Tehát az ék alak, amiben beállítják az autókat, ugye a padlólemez már rég nem sík, mint a régi autóknál, mert hogy okos aerodinamikusok rájöttek viszonylag hamar, hogyha a diffuzort se raknak az autóra, csak simán régbe rakják, tehát simán előre bólintják a padlólemezt, az is valami leszorító erő plusz generál, plusz áramlás. Ugye nő az áramlási keresztmetszet a fenéklemez alatt, eleve win-win szituáció, mert nagyobb a keresztmetszet, több levegő áramlik, gyorsabban áramlik, még nagyobb a szívóhatás. Ugye ezt egész addig lehet játszani büntetlenül, amíg az áramlást fent tudják tartani. Ugye ez azt jelenti, hogy itt nagyon messze kerülünk, akár 15 centire, itt meg nagyon közel kerülünk, nézzétek meg a padlólemez belépő élét, tehát az ujjatokat nem akarnátok oda rakni, azt hiszem pont féktávon vagyunk, Barcelona. Itt tényleg nagyon közel. És ugye ez a szikrázás, amit láttok adásban, az mind, vagy bármelyik futamon, az innen jön. Titánium kopul blokkok itt sorakoznak, és ez állandóan húzza a 250 fölött, 280 fölött, sőt, a hepeupás aszfalton már 180 körül is már mindegyik autó maga alatt, főleg a Red Bullok, Renaultok, akik nagyon fejre vannak állítva, vagy orra. És ez az ékalak különösen látványos, hogyha a két legnagyobb végletet mutatom idénről. A Renault már a Red Bullnál is jobban túlhúzta az autó hátát. Ez ugyan nem ugyanaz a pályaszakasz, illetve a pályaszakasz ugyanaz, csak a Renault picit előrébb tart, de ez mindegy. Csak azt akartam megmutatni, hogy nézzetek meg a Mercit, 10 centim belül van, és viszonylag egyenes, minimálisat emelkedik hátrafele, és nézzetek meg a Renault-t, hogy milyen szinten, és hogy mennyire van az első szárny emiatt az aszfaltól. Tehát ez az elrendezés, ez nem csak azt eredményezi, hogy nagyobb az áramlási keresztmetszet, és több leszorító erőt generál az autófenékre része, hogyha jól csinálják, mert ezt egyébként könnyű elrontani. De az első szárny sokkal inkább ground effectben működik. Sokkal. Tehát még brutálisabb. És ez pont abban segít, hogy eleve előre bukik, óra bukik az autó, mechanikusan is, akármilyen tempónál, a leglassabb kanyarban is, ugye előrébb terhelt, mint a Mercedes, tehát jobb a mechanikus tapadása, jobb lesz a balansza, ugye elő kell inkább leszorító erő a lassú kanyarban, hátul kell inkább leszorító erő a gyors kanyarban a stabilitás miatt. És ez a beállítás, ez a tervezési filozófia az azt eredményez, hogy az első szárny is a lehető legtöbbet szívja a kis tempónál, mondjuk 80-100-120, többet dolgozik, jobban csinálja, mint a Merci. A Merci másik generálja a leszorító erőt, de elméletben ez jobb. Az egy másik dolog, hogy a Renault nem tudja jól megcsinálni, a Red Bull meg tudja jól csinálni, de azért szenvednek vele a többiek is. Amit akarok mutatni, hasmagasság fontos. Elől nagyjából ilyen 3-4 centis kezdő hasmagasságokról beszélünk, kettő alá már csak nyomás alatt megy, nyilván most a statikus hasmagasságról van szó, hátul meg 10 és 15 centi között. És ugye a réket már mondtam, itt meg az látszik, ez egy kétöremes adat, hogy ha változtattak a... Ez két külön mérés. Ugye itt azért látjátok ezt a szórás, innen van adat. Tehát ez itt adat nélküliség. Tehát ezen én is csodálkoztam, aztán rájöttem, miután megkérdeztem én nálam okosabbat, hogy miért lehet ez, és akkor kitaláltuk, hogy azért lehet, mert itt nincs adat, aztán itt valamit csinált a számítógép ide, de igazából itt nincs mérés. Tehát innen indulunk, ahonnan a pontok vannak. A piros magasabb első hasmagasság, és alacsonyabb hátsó hasmagasság, tehát mint a Merci. Nézzétek meg, hogy változik. 3.20-ig megyünk, és elindul, hát ez most már kérdezem a monitort is, hogy hol indulunk, olyan 28 milliről, mondjuk majdnem 3 centiről, és akkor lemegyünk 2 centi alá bőven, amire ide leérünk. Miközben ugye a zöldnél eleve lejjebb indul a dolog, és ez nyilván jóval lejjebb is jut. Ott viszont meg a hátsó hasmagasságot növelték, tehát ami történt, az egyik meg a másik szabad edzés között,
hogy csökkentették az első hasmagasságot, növelték a hátsót, tehát sokkal nagyobb réket állítottak, és ez összességében látszik, hogy hogy változik a hasmagasság tőle, hátul följebb marad, elő lejjebb jön, de összességében mérhető, tehát határozottan jól mérhető leszorító erő növekedést okozott ugyanannál az autónál, pusztán az, hogy hogy változtattak az állásszögét az autónak. És ez a két elem. Még egy dolog fontos, hogy és ezt a itt van egy olyan jelenség, amikor alacsonyan van a hátsó hasmagasság, ugye amikor megy egy autó, versenyautó nagy tempónál, ugye az eleje lent, van a háta valamennyire fönt, az eleje egy ponton túl már nem tud lemenni. Eleve nagyobb a hátsó rugót, egy jóval lágyabb a hátsó rugó, tehát ahogy egyre nagyobb erő hat rá, az első tengely már alig nyomódik össze, a hátsó egyre inkább benyomódik, tehát összességében a hátulja kezd süllyedni menet közben. És van egy pont a hátsó hasmagasság csökkenésnél, amikor annyira lecsökken a hátsó hasmagasság, valahol 4-5 centi alatt, az autója válogatja, hogy működik, de annyira lecsökken a hátsó hasmagasság, hogy nem tudja már követni azt az áramlási sebességet a diffúzor, és elkezd leválni az áramlás. És attól, hogy a diffúzor nem tudja már kihúzni úgy a levegőt, elkezd föltorlódni a levegő az autó alatt, és elkezd leszorító erőt veszíteni. De ugyan mondtam, hogy a diffúzor alatt generált leszorító erő az nem nagyon büntet légellenállása, de hát azért nincs semmi ingyen, tehát azért van annak is légellenállása. És amikor így feltorlódik a levegő, és leválik az áramlás, akkor elkezd gyorsabb lenni az autó. Mert hogy nincs akkor a légellenállásuk. Ugyan tapadásuk sincs, de hát egyenesen mennek, nem kell akkor a tapadást, tehát azért még a szárnyak működnek, itt csak a pusztán a padlólemeznek a veszteségéről beszélünk, ettől még az autó stabil marad egyenesben. Úgyhogy amikor erre rájöttek, akkor elkezdték azt csinálni szándékosan olyan pályákon, ahol meg lehet csinálni, hogy úgy állítják be az autókat, hogy mondjuk 2.30 a leggyorsabb kanyar az adott pályán, és akkor kimérik, nyilván némi ráhagyással, hogy mi az a hasmagasság, ahol nekik az áramlás az feltorlódik és leválik, és úgy lövik be, hogy mondjuk 250 fölött ez elkezdjen összejönni, mondjuk 250-260 között. És erre szándékosan játszanak sok pályán. Néhány pályán nem tudják megtenni, mert hogy olyan típusú kanyarok vannak, vagy olyan rövid időre tudnák, hogy akkor meg a hiszterézis miatt meg nem tudnák visszahúzni, akkor meg nem állna vissza az eredeti áramlás. De hogy szerintem a pályák felén ezzel szórakoznak, főleg a nagy csapatok. Sokat, hogy szándékosan úgy állítják a hátsó rugó erőket, úgy állítják a hátsó hasmagasságot és minden egyebet, hogy azok az erők, amik hatnak, azok mondjuk 250 fölött úgy hassanak, vagy 280 fölött, hogy beültessék teljesen a hátát, és megbomlik az áramlás, és az autó elkezd még gyorsabban menni az egyenesben. Így lehet még tempót nyerni, pusztán csak arra dinamikával. Na, ezt ki tudta? Jó. Azért jó idejönni, mert már azon csodálkoztam, hogy valamire azt mutatta, senki nem tette fel a kezét. Na, ez jó. Itt mit akarok mondani? Mit? Ground effect, igen. Természetből a ground effect példám. Ezt használom, ezt a képet egyébként. Nem tudom ki, vagy mennyire jogdíjas, de szeretem. Na, hát a ground effect ugye a madarak jól ismerik, meg a mérnökök is most már elég jól ismerik a 60-as, 70-es, 70-es, 80-as évek óta, meg még 21-től megint jobban belemásznak. Itt, amit akartam mutatni, ezt ki ismeri. Aki 12-ben volt, azt tudja. 1928. Úgy hívták a francia fickót, egy René Prévost, és ő a, ha hiszitek, hanem az algériai repülőklub elnöke volt. És rajzolt egy ilyen autót, mert repülőkön gondolkodott, és úgy ott vele, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy olyan autót, ami ha nem úgy menne, mint a repülők, hanem fordítva, és hogy lehetne a legjobban kihasználni a levegő mozgását. És konkrétan tervezett egy ilyen autót, nem építette meg, de aztán Szécsatornára megcsinálták, és egész jó volt az elmélete, 28. Nem tudom, hogy hova veszett el, nyilván a két világháború sem segített benne, de volt már egy ilyen terv, aztán utána jött ez. Ez 60-as évek vége, ez ki tudja, hogy mi? Ez egy BRM P142. Dárcot kinéz. Peter Wright, megvan? Na, nem az a Peter Wright, egy másik. Ő fontos név még, mert ezt ő találta ki. Ő, a BRM akkor ment tönkre, meg csődbe, de mielőtt csődbe ment, kitalálta, ha látjátok,
két oldalra kirakta az üzemanyag tankot, és megpróbált valamit formálni belőle. Ez még csak egy első kísérlet volt, de rájött valamire, vagy ráérzett valamire, hogy mit kéne csinálni, csak aztán a csapat tönkrement, elment dolgozni máshova, aztán utána leszerződött, ez volt az autónak a szélcsatorna modellje. Ez konkrétan a szélcsatorna modellje, azért ilyen rossz a kép, amivel dolgozott. És aztán leszerződtette a Lotus, Colin Chapman, itt van Peter Wright, nem azzal a hajjal, amivel megszoktátok a dárcot, néztek. De ez a kor két nagy zsenéje volt. Colin Chapman mindig jó embereket gyűjtött maga mellé, meg jól látta meg mindig az idők hívószavát, hogy mire kell menni, milyen irányba kell fejleszteni, és saját maga is egyébként repülőgép mérnök volt. De Peter Wright-tal meg talált valakit, aki meg talált valamiat, amit előtte senki. Ugye ez már Lotus 79, ez nem az autó, ez az autó, Lotus 79-78-ból. És ugye ezzel nyerték a 78-as VB-t Mario Andretti-vel. Ugye ez egy az egyben az az elv, ami alapján majd működnek 21-től is az autó. Full ground effektmentett talajkölcsönhatásban, vagy talajhatásban. Azért nem szeretem a talajhatást, mert van valami mezőgazdasági jelentése is. Valakitől visszakaptam, úgyhogy ezt a talajkölcsönhatásnak használom, de nyilván értjük egymást ground effectben. Úgyhogy itt vannak a sliding skirtök, tehát a csúszószoknyák alatta. Az is egy okos ötlet volt, hogy kitálták, hogy valahogy szigetelni kell azok oldalát, különben nem működik rendesen. És gyakorlatilag építettek egy fordított szárnyprofilt két Venturi csatornát az autó oldalába, ami a leszorító erőt képezte, oldalt lezárták. Ez az eredeti öntvénye, vagy az eredeti próba öntvénye azt hiszem a Lotusnak, amikor még dolgoztak rajta, hogy akkor mi legyen, hogy nézzem, hogy helyezzék el, hogy nézzen ki oldalról, meg úgy egészében. Na ezt ér vissza 21-től, majd mindig kicsit még beszélek róla, és gumiabroncsok. Ez azért fontos, mert... Ja, még túlszaladtam a talajkölcsönhatáson, bocsánat. Még akartam néhány dolgot mondani. Ugye a ground effectnek nem csak az a jelentőség, hogy van az a határréteg, az 5-10 centi a talaj fölött, amitől máshogy viselkedik minden abban mozgó tárgy, ami alapvetően növeli a leszorító erőt és a hatékonyságát bármilyen elemnek, amit abban lógatunk. Ugye arról van szó, hogy mozog az autó, megy a talaj fölött, és akkor az egyik oldala annak, ami a talaj a kölcsönhatásban van, ott a levegő molekulák állni akarnak, az autó mozog, és ezért sokkal nagyobb lesz a különbség, sokkal nagyobb lesz a tempó, tehát nagyobb lesz a levegősebesség, a viszonylagos levegősebesség a mozgatáshoz képest, ettől nagyobb lesz a szívóhatás. De ami igazán nagy trükk, és amit nagyon-nagyon sokat használnak, és még inkább ki fognak használni 21-től, az, hogy amellett, hogy nagyon hatékony, amellett csökkenti a feláramlást. Tehát a feláramlás szöge csökkenni fog, talajkölcsönhatásba helyezett tárgyról, vagy bármilyen áramlási testről. Tehát ha fogunk egy áramlási testet is kirakjuk ide, és lesz egy 45 fokos feláramlása, azt berakjuk ground effectbe, annak csak 35 fokos feláramlása lesz. És ennek mi a jelentősége? De hogy jut több levegő? Tehát mi a jelentőség annak, hogy más szögben érkezik a levegő, mint ahogy érkezne arról a áramló testről, bármilyen szárnyelemről? Az a jelentősége, hogy ugye mondtam, hogy az egyetlen szabad légáram a dolgozó elem, az az első szárny, minden más már kezelt levegőt kap valamilyen módon. Miután az első szárny összes eleme feláramlást kelt, de csökkentett feláramlást, ezért a mögötte elhelyezett elemeket nem kell akkora szögben állítani, mint hogyha normál levegővel vagy a normál feláramlásra találkoznának, mert akkor nagyobb lenne a légellenállás, hogy ugyanazt a hatást kisebb szöggel is el tudják érni a csökkent feláramlás miatt. Úgyhogy ezért van egy ilyen win-win szituáció a talajkölcsönhatásban, ground effectben dolgozó elemeknél, amik utána hátrafelé is áramolnak. Ugye hátul már ez mindegy, tehát a hátsó tengely mögött ott elég sok ilyen elem van, csak ott már nem dolgozunk semmire. De itt az első kerekek környékén, első szárnyon leválva ennek komoly jelentősége van, és ezt durván ki is használják. És akkor még van egy fontos rész, ami a legnehezebb, és ott már CFD-nél említettem. Ez meg a gumiabroncsoknak az aerodinamikai tulajdonságai. Ugye van egyszer a gumiabroncsoknak egy olyan mozgása, ami folyamatos, ugye az oldalfal deformáció, minden egyéb lassításokban, ez például nagyon jól látni, hogy mozog, hogy csúszik, balra, jobbra, előre, hátra, minden irányba gyakorlatilag mozog a gumi, legritkább esetben kerek és szép, mint állóhelyzetben. És ugye ezt egyrészt
bele kell kalkulálni az áramlási képbe, de nagyon sok, három olyan romboló hatása van, amit CFD-n meg szélcsatornával is nehéz megtalálni, még rendes méréseknél valós helyzetben is áramlási jelzőfestékkel is nagy nehezen találnak rá néha dolgokra, és ezt mind a gumik okozzák. Az egyik ilyen az oldalfa deformáció, ami nyilván abból adódik, hogy valahol terrel a gumi, van egy tapadó felület, ez nagyjából egy tenyérnyi, annál kicsit szélesebb felület, most már az idei, vagy 17-es gumikkal szélesebbekkel. Ugye ez oldalirányba nyír, valamerre elhúzza az oldalfalat. Ugye amit látunk ilyenkor, ugye ez egy jobb kanyar, ez egy lassú kanyar, Barcelona balos, 80-90 közt mennek bele. És nézzétek meg, a 80-90-nél, ha megnézitek ezt az oldalfalat, a külsőt, a terheltet, és megnézitek a bal oldalit, a nem terheltet, hogy milyen különbség van ilyen kis tempónál is. És az, hogy itt gyakorlatilag a felni majdnem lejön az autóra az egyik oldalon, a másik oldalon meg nem látod. Tehát, hogy ilyen tempónál is elég sokat mozog, és ugye ez mind befolyásolja, különösen az első tengelynél, ez a deformáció, ami a talponton is változik, tehát a talpont is változik, ennek mindjárt mondom, hogy milyen jelentősége, de az áramlás is elkezdett. Az, ami addig eláramlik a kerék mellett, az onnantól kezdve attól, hogy picit beül a gumi és elkezd ballonosabb lenni, akkor ott már beleakad a levegő, és máshogy mennek a vortexek. Ez az egyik, az oldalfa deformáció. A másik az a tire squirt nevű dolog, itt egyébként még egy deformáció, csak pici a kép, de ez órúzs nagy tempónál látszik, hogy mennyire behullámzik a gumi hátul. Tehát, hogy amikor azért nagy terhelésnek vannak kitéve a gumik, elképesztő módon deformálódnak, és nem egyforma módon, és nem is szabályosan. Tehát ilyen hullámok simán keletkeznek, ilyen oszcillációk benne, áthullámzások a felületen is látszanak, és ez mind megmozgatja a levegőt, és ezzel nem tudnak mit kezdeni, ezt nem lehet modellezni. Vagy nem lehet jól modellezni. Nem tudom, mikor jutnak el oda, hogy lehet, de nincs még rá 100%-os megoldás, és ez okozza a legtöbb problémát egyébként, vagy a legtöbb zsákutcába hajtást tervezéskor. Szóval említettem ezt a, még nem ugrok 21-re, tire squirt, ez gyakorlatilag az a levegő, ami beszorul a kerék alá. Ugye a levegő, ahogy a kerék ráforog az aszfaltra, némi levegőt becsíp maga alá, ahogy deformálódik. És utána azt előre kitolja, mert ugye hátrafele nem tudja kitolni, amikor átfordulna a talponton, ott nem tud mit csinálni, és ezt kiküldi ide előre, kicsit oldalra félsően. Most ezekre vannak ezek a vágatok itt a padlólemez sarkában, amit ott mondtam az előbb a padlólemeznél, hogy mennyi dolgoznak rajta, hogy ezt a kilövelés, ezt a levegő kifújást, ami a gumi alól jön az aszfalt és a gumi közül, ezt megint csak elvezessék, hogy ez itt ne, mert ez visszafúj simán a padlólemez sarkára, és megint csak megbontja az áramlást. Nem tesz neki jót. És akkor van még a kedvenc, amit már az elején is mondtam, az pedig a belső részen, de az hátrafele mozog. Ugye a tire squirt az előrefelelő, az oldaldeformáció ugye az mindenhol érinti a levegőt, és van a kerék talponti vortex, ami ugye hátrafele dolgozik. A belső talpontnál van, mert ugye eleve negatív dőlésű kerekekről beszélünk, tehát ott érintkezik belső talpont hátsó fele, és hátrafele rombolja az áramlást. Ugye az első kerekeknél ezt a vortexekkel megpróbálják kivezetni, a hátsó kerekeknél nehezebb. Azért vannak ezek a trükkös fékhűtőnyílások a hátsó keréken is, hogy valahogy ezeken dolgozzanak, mert az meg bele tud rondítani ott a diffuzor szélének az áramlásában, mert a diffuzort meg úgy szeretik áramoltatni, hogy még azért sárgítsam a kezem, hogy van a diffuzor az autó hátulján, hátsó kerék, akkor ugye ez nem csak ide, nem így áramlik ki a diffuzor egyenesen, hanem ugye a diffuzor ez ide belül. Mert azt a teret, ami a kerekek mögött van, ugye ez egy kis nyomású tér, azt marhára szereti megtalálni ez a levegő, csak úgy is kell irányítani, hogy ne találkozzon azzal a keréktalponti vortexel, mert az ide belejön, akkor ez az egész szétesik, de ezt jól kilövik ide, akkor az egészet szépen ki lehet húzni, és akkor még nagyobb az expanziós tér, még több levegőt ki tud húzni a diffúzor. Na, hát ezek, így nagyjából végigmentünk az autón, kicsit a 21-es autót így kóstolgassuk. Ez a szélcsatorna modell, ugye ami egyértelműen feltűnő rajta, hogy itt nagyon felemelték az elejét, tehát valahol be kell vinni a levegőt a padlólemez alá. Elég széles az oldal só része a padlólemeznek, tehát eléggé alá van vágva, vannak kis légterelőink az első kerekek fölött, hogy a turbulenciát eltüntessék. Három elemes, nagyon sima, szimpla első szárny, ez egyébként dolgoztak azóta, majd mindjárt megmutatom, hogy milyen lett. A hátsó szárny nagyon érdekes, de ahhoz még vissza kell lépjek. Ugye ez már a renderelt modell,
A véglapokat felkanyarították, az majd a szemböképpen látszik jól. Itt látszik, hogy milyen nagy belépőt csináltak. De gyakorlatilag innen indul a padlólemez belépőjére, a Venturi csatorna, bal meg a jobb oldali Venturi csatorna. Nincsenek bárcsbordok, mindent levettek innen. Kerék tárcsák vannak gyakorlatilag, hogy ne legyen átáramlás, hogy simítsák a levegőt, ne legyen turbulencia a kerekek mellett. És ekkora belépő él, innen indul, és egy baromi nagy Venturi csatorna így ívelve gyakorlatilag az autó két oldalán. Hátulról még egyértelmű, hogy mennyire magasról indítják, és utána milyen magasra jön ki a diffúzor, sokkal magasabban van, mint most. Ami még érdekes, hogy itt látszik igazán, hogy a diffúzor középső része mennyire brutálisan nagy. A szárnyalám az teljesen egyben, a hátsó szárnyalám középen összekötve, kipufogó az középen jön ki, nagyjából úgy, mint most. Itt van alulról még egyszer, tehát teljesen sima, az első szárnyat azt egyszerűsítették, amennyire tudták, nincs semmi áramlásjavító, nincsenek bárcsbordok, nincs semmi, ami feláramlást kelt, majd úgyis lesz persze, de messze nem annyi, mint most. És akkor itt vannak a Venturi külön belépő csatornák a három-három rész szakaszra osztva, és utána húzza fel a levegőt, itt van egy brutális kikapja. Ugye nyilván itt, tehát a belépőpontnál meg a kilépőpontnál a legnagyobb a szívás, de gondolom ezt a legtöbben tudjátok a fenéklemez alatt. Ennek a szívóhatása az majdnem, szerintem durván a kétszerese lesz, közel a kétszerese lesz a mostaninak. De miután egy csomót levágnak az első szárny, hátsó szárny és az egyéb elemek leszorító erejéből, így összességében valamit lassulnak az autók, viszont sokkal kezelhetőbb, sokkal vezethetőbb lesz. Ötödére csökken a turbulencia hatása a mostani autókhoz képest. Ugye most a mérések szerint két autóhozról követve egymást a leszorító erő 50%-a vészel, míg a 21-es szabályok szerint csak a 10%-a. Tehát legalábbis ezt mutatják a szétcsatorna adatok, ezen 3 éve, 2,5 éve dolgozik a Liberty az FIA-val együtt, és csomó mérést csináltak, nagyon sokat, két autóval, szélcsatornát, CFD-t, rengeteget dolgoztak rajta, úgyhogy ennyire kiérlelt, meg ennyire tudományosan összerakott szabályrendszere nem volt a Forma 1-nek soha az elmúlt 70 évben, úgyhogy ha ez nem működik, akkor igazából tök mindegy, mert akkor lehetne úgy csinálni, hogy a Creston csinálta, hogy akkor föl kell, és amelyik reggel valamit gondol, akkor az lesz. Nyilván a szabályokat nem ő hozta, de azért a Crestonnak nagyon nagy ráhatása volt szabályváltozásokra. Sokszor az ereje miatt sok szempontból nagyon erős volt azért, és néha tudott hülyeséget kitalálni, minél idősebb volt, annál inkább. De tény, hogy a Forma 1-et meg nagyon jó gatyába rászta, tehát ami ma működik, meg ami pénz ma van, az azért van, mert ő a 70-es, 80-es évek kézbe vette a dolgot, és a vándorcirkuszt, akik egyesével alkottak meg a felépítő díjaikért, szépen egy ernyő alá terelt, és nyilván magának is keresett belőle egy csomó pénzt, de mindenkinek keresett egy csomó pénzt, és csinált belőle egy ilyen nagyvilág sportágat, ami egyébként nem biztos, hogy ide jutott volna nélküle. Tehát egy csomó jó oldala volt Bernie-nek, de én már nagyon nem bántam, hogy ment. Vagy inkább küldték, így fogalmazok, mert ez a szabályrendszer nem jöhetett volna létre. Megnézzétek, hogy miket mond. Ő, aki a hibrid érát összerakta meg, aki összetárgyalt az egészet, hogy mi hogy legyen, meg annak idején még a változást, még szerintem Zsántot sem volt annyira mellette, de ugye Eccleston mindenképp akart, aztán amire meglettek a hibrid motorok, akkor még nagyon ellene lett, mint hogyha nem ő főzte volna az egészet, és hogy most már nem akar hibrid motorokat sem, meg nem tudom, mit akarna, meg ez, nem tudom, aki olvassa vagy követi, az látja egy kicsit már olyan, hogy inkább mond valamit csak, hogy írjanak róla, vagy nem tudom, hogy miért mond néha dolgokat, de úgy nem látja már teljesen jól a sztorit, szóval ez soha nem jött volna létre, ha nála marad az irányítás, most meg nálam van még, akkor jó. Ennyi. Szerintem utolsó kép? Befejeztem. Hány óra van? 3-4-8. Akkor jók voltunk, nem? Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Köszönöm Gábornak ezt a tartalmas előadást. Én is köszönöm. Gulyás Andrásnak szeretném megköszönni a segítséget, aki itt a mellettem volt szakosztályának, és ő volt a kontaktunk Gáborra. És szeretném megköszönni a KTK-s úrnak és a fotókörös srácoknak, és a Gábornak szeretnék átműteni a tulajdonképpen. Azt hittem valami áramlási elemet hozott. Na, köszönöm. Nem tudtátok, de te volt a születésnapom. Úgyhogy viszont akkor lesz mire meginnom. Az a szerencsétek, hogy
Pont a hangfal előtt áll. Hogyha már kérdeztetek a versenyzésről, hogyha Pestből lett volna, akkor ezt most látogracsoltam volna. Jobban jártunk a borral mindannyian. Jobb így. Na, köszönöm szépen mindenkinek. Remélem nem voltam nagyon szétszórt. Az egy ekkora témakört azért rágtam kicsit magam rajta, hogy vázoljam úgy föl, hogy ne legyek nagyon csapongó, ne legyek nagyon felszínes. Ne játszom el a professzort sem, mert azért mégsem tanultam soha ezt egyetemen. Ez az elmúlt 30 év, amit összeszedtem így az útporából magamon, meg kicsit a versenyzésből, remélem élveztétek, meg remélem, hogy mindenkinek adtam egy plusz gondolatot, ami eddig nem volt meg, és köszönöm, hogy itt voltatok.